Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Valóban az első megbeszélés szerint néprajz előadást kellett volna tartsak. De hát a ártéri gazdálkodásról, ha szólok, az is a néprajz. És talán éppen azzal tudom leginkább bebizonyítani, hogy milyen tudomány is ez. Hadd mondjam ezt ki merészen, és ezt később végül bizonyítani is fogom, hogy a néprajz a jövő tudománya. Pedig látszólag arról szól, hogy a régi eleink, mikor még nem jártak iskolába, vagy nem tanulták ki a különböző szakterületeket, akkor a hagyományból, a szájhagyományból, milyen kultúrában éltek, hogyan laktak, gazdálkodtak, formáltak családot, hogyan gondoskodtak szükségleteikről, és így tovább. A néprajz a kultúra megismerésének a tudománya, és itt néhány nagyon fontos szó magyarázni is kell. Mi a kultúra? A néprajz tudomány meghatározás szerint szükségletek fedezésére, kielégítésére kialakított tudás, módszerek és eszközök összessége. Tehát a kultúra a szükségletek kielégítésére kialakított tudás, megteremtett tudás, összeadott tudás, módszerek és eszközök összessége. Tehát a kultúra nem az irodalom csak, meg a költészet, meg az operaház, meg a nem tudom, színházba járás. A kultúra az egész élet szükségleteinek a kielégítésére kialakított tudás, eszközök, módszerek. Egy híres amerikai közgazdász és szociológus, egy bizonyos Maslow, az föl is állította a szükségletek piramisát, gúláját, amiben több réteget különböztetett meg. Az első, alsó réteg, azok az elemi, a fiziológiai szükségletek. Tehát azt, hogy ennünk kell, ugye laknunk kell valahol, hogy meg ne fagyjunk, vagy meg ne ázzunk, és így tovább. Ezek a legalsó szintjei. És ennek a kialakítása, és ennek a szükségletek a fedezése nem kis tudást igény. Hadd mondjak csak néhány példát. Ennünk kell. Ugye, ha nem eszünk az alapvető szükséglet, akkor elpusztulunk, éhen halunk. Igen ám, de nem mindegy, hogy mit eszünk. Ma már a tudomány ott tart, hogy tudja, hogy ennyi szénhidrátra van szükségünk, ennyi zsírra van szükségünk, ennyi nyomelemre van szükségünk, ilyen és ilyen vitaminokat kell fogyasztanunk. Úgyhogy, ha most hirtelen egy marslakó ide jönne, és nem tudná, hogy hogyan kéne a megélhetésért táplálkozni, és nagyon tudományosan akarja ezt elintézni, hát bizony egy egész könyvet kéne írni, hogy mit tegyen, hol legyen, mit, mert miben mennyi vitamin és egyéb van. És ezek mind fontosak. Mondok egy életből vett példát. Amikor a 16.-17. századon megindul a világ fölfedezése, ugye fölfedezik Amerikát, megkerülik Afrikát, stb. Hajósok kerülnek erre a hosszú úton abba a helyzetbe, hogy betegek lesznek. Pedig vittek magukkal elég szárított húst, meg kását, ez minden, és csak betegek lesznek. Ugye ez a később kiderítik, ez a skorbut. Hiszen minden élelmet vittek magukkal. És akkor elkezdtek gondolkodni, mi az, ami hiányzik. És akkor két megoldás adódott klasszikusan ebben a korban. Az egyik a savanyú káposzta volt, a másik a torma. Amit szintén el lehetett tenni, nem romlott meg. És ha ezt ettek, akkor nem kapták meg a skorbutot, ami a C-vitamin hiányt jelentett. Persze a C-vitaminról még nem tudtak semmit se, csak azt, hogy ha káposztát esznek, nem lesznek betegek. Aztán pár száz év eltelik, és éppen ugye egy magyar kutató fedezi fel, hogy a C-vitamin az, amelyik itt hiányozó Szentgyörgyi Albert is, ugye, ma már tudjuk, hogy ez egy létszükséglet. Tehát az, hogy az ennünk kell, ez egy alapvető szükséglet, ebben benne van az, hogy mit tegyünk, és milyen arány. Persze ennek van egy ellenkező része. Most is mindenfélét eszünk, és
És egyre több az elhízott, a cukorbeteg, a allergiás és a többi. Nem tudjuk pontosan még, mi már pedzik azt, hogy a tartósítószerek, hogy a sok cukorfogyasztás, hogy, és a többi, és a többi. De a tények, tények. Éppen tegnap hallottam a rádióban egy előadást, hogy a magyar gyerekeknek több mint 10%-a túlsúlyos és cukorbeteg. Hogyha nem tudom, csak Magyarországon 6000 10 éven aluli cukorbeteg gyerek van. Iszonyatos számuk ezek. És tudják, mit jelent a cukorbetegség? Hát állandóan böködi magát a inzulin injekcióval. Nincs fedezve az a szükséglet. Most mikor még az emberek, ugye az egész emberiségről beszélek, még nem jutottak el odáig, hogy egyáltalán tudják, hogy mi az, hogy vitamin. Az a társadalom, amelyik valamilyen módon rá nem jött a gyakorlatban arra, hogy ezeket mind ki kell elégíteni, és mit nem szabad enni, és mit kell enni, az a társadalom az elpusztult, az nincs itt. Amelyik megélte a 20. századot, az valamilyen formában ezeket az alapvető szükségleteket, ez a bonyolult rendszerét, a nyomelemektől kezdve a vitaminik, ezt ki tudta elégíteni. Úgyhogy még most kezdjük csak piszkálni azt, hogy hát mit is ettek ezek az emberek, hogy megmaradtak. És ami még hát számomra teljesen megoldhatatlan kérdés. Mondjuk itt Magyarországon körülvesz minket, ha jól ismerem a természetet, legalább 2000 különböző növény. Fák, füvek és egyenek. És ebből van 20, ami gyógynövény. És a tudomány igazolta, hogy igenis, ez és ez a gyógynövény erre és erre jó, amire a nép ezt használta. Hogyan jöttek erre rá? Nem tudjuk. De tény az, hogy a körömvirágnak az antibiotikumos hatását régen sebekre használták, azt ma gyógyszergyárak felhasználják, vagy a legkülönbözőbb ugye, gyógyszer, ugye, a kamilla teától a mi is nevezik ezt a lestján, és mindennek megvan a maga gyógyhatása, és ezt összegyűjtötték, és most a farmakológia, a gyógyszertudomány sorra igazolja. Igenis, benne van az a hatóanyag, amelyikből most gyógyszereket és tablettákat csinálnak, régen teákat főztek, és azt fogyasztották. És ez nem volt leírva. Most kezdik leírni. De ebbe is rengeteg mulasztásunk van, és egy csomó ilyen tudás elveszett. Erre is egy érdekes példa, afrikai népeknek is fantasztikus gyógyszer ilyen gyógynövény tudásuk van, és az egyikről állították, hogy ez jó a magas vérnyomás ellen, vagy valami olyasmi, tehát ők nem is így ne fejeztek el, hanem a betegségre. És az a kutatóintézet, amelyik ennek próbálta a hatóanyagát, az alkoholidájukat kimutatni, azt mondja, hogy nem vált be. És elmentek ahhoz az afrikai törzshöz, ahonnan ezt a legnagyobb bizonyossággal állították az ottani varázsló orvos emberek, hogy hát ez erre jó. Megkérdezem, mikor szedték? Hát kimentünk és szedtük. Ja, hát azt éjjel kell szedni. Ugye a növények azok másképp viselkednek napfénynél, akkor, és éjszaka, ugye? Egész másabb egy összetétel, egy levél, amikor a napenergiát átalakítja, ugye? Mert minden élet a napenergiából van, a növényzet átalakítja a szervetlen anyagokat a nap energiájával, és abból él az egész természet, a gombák, az állatok, és mi is abból él. Hogy mikor szedjük, az hatással van arra az anyagra, amit ebből a növényből hát készítünk. És elveszett ez a tudás, későn ébredtünk fel. Hát így a néprajznak így a különböző rétegeit, ha nézzük, hát ez az alapvetőnél is ilyen problémák adódnak. Hát ennünk kell, de mit? Hát az is közismert dolog, hogy a modern táplálkozásban milyen bajok lépnek ugye fel. Olyan betegségek, amelyeket igen nem ismertünk. A legfontosabb, hogy ez az allergia, nem vagyok orvos, csak tudom a szakirodalomból, hogy egy csomó allergikus betegség az a tartósítószerektől kezdve a különböző
adalékokra vezethető része. Itt van most a dioxin probléma, ugye most a németországi tojásokra megmérgezték szinte egész Európát. A második szint a lakás, ugye? Vagy a harmadik szint a biztonság, az emberi kapcsolatok. És ez a Maslow szerint ezek ugye egymásra épülnek. Igen, de vannak olyan szintek, amik sok már messze vannak az alapszinttől, az táplálkozástól, lakástól, ruházattól, és mégis az egész életet befolyásolhatják. És itt van egy nagyon fontos, amiről mégis csak röviden beszélek, az emberi kapcsolatok. Hát az is szükséglet. Hát kell egy társam, hogy egyáltalán az emberség szaporodjon, hogy fönnmaradj. De nem elég ez. Ennek olyannak kell lenni, hogy ne legyek egyedül, biztonságot érezzek, elismerjenek, befogadjanak. Nem csak egy társ kell egy családhoz, hanem egy nagyobb társaság, egy kapcsolatrendszer, ami engem elhelyez egy társadalomba. És ez bármennyire úgy tűnik, hogy ez olyan harmad-negyedleges, mert ugye elsősorban enni kell, lakni kell, ruházkodni kell, és lehet, hogy elpusztulok, mert nincsenek kapcsolatai. Talán a legelevenebb és a legmegdöbbentőbb példa a magyarság helyzete. Nem tudom, ismerik Kopp Máriának, Srapszky Árpádnak van egy most több kiadást megért könyve, és annak alapján számos előadást tartott. Ez a címe Magyar lelki állapot. És az egész probléma onnan fejtődik ki, hogy nemzetközi összehasonlító statisztikák szerint a magyar népesség a legbetegebb Európában. A szó szerint legbetegebb. A legtöbben itt halnak meg, rákos megbetegedésben, emésztésszervi, szívérendszeri betegségekben, és így tovább. Hogyha ezt átlagba vesszük, és ez persze lenyomja az átlag életkort. Egyik legalacsonyabb a művelt európai népek között a magyarság életkor. Férfiaknál és nőknél egyaránt. De vannak olyan halálnemek, amelyek a 100-nak veszük az európai átlagot, Magyarországon 180-190%, többek között az erőszakos halál, öngyilkosság, szerencsétlenség és önmegmérgezés, alkohol és kábítószer túladagolásban, stb. Majdnem a duplája, mint az európai átlag. Ennek az okát próbálta kikutatni. Ő a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetének az igazgatója. Illetve most már professzor emeritus, került azt hiszem a 70 évet is már. De a könyve, ami 1992-ben jelent meg először, később több kiadásban is, a férje, a Scrubs Járpád szociológus, tehát közösen írták óriási anyag alapján. Az összes magyarországi egészségügyi és halálozási statisztikákat összehasonlítva Európa többi nemzetével. Tehát ez nem több százezer, több millió adat összevetéséből született meg. Ez egy objektív, természettudományos munka. És arra az eredményre jött ki, hogy ennek egyetlen egy fő oka van, megragadható. Nem rossz táplálkozás, nem örökletes betegség, nem génsérülés, vagy mit tudom én, mit jön. Az emberi kapcsolatok gyengék és kevesek. Emberi kapcsolatok. A házasságoknak majdnem fele fölbomlik. Ez Európa többi részén is előrenyomulásban van. De Magyarországon előbb. A száz házasságból több mint 40. Ez egy alapvető kapcsolatnak a lazaságát, elégtelenségét jelzi. De tovább is. Nincsenek olyan megtartó társadalmi, például ilyen kérdőívekkel több ezer, főleg fiatalt kérdeztek meg, hogyha elfogyna a pénze hirtelen, vagy a lakásában nem mehetne haza, tudna valahol kapni szállást? Lesz valaki, aki befogadja? Aki stb. És kiderül, hogy az úgynevezett társadalmi tőke, az emberekkel való bizalom, emberekbe való bizalom, amik megőriznek engem a válságos helyzetben, ez kevés. Tehát ennek az az oka, hogy szorongók vagyunk. Szorongó, vagyis bizonytalan, az ember mindig
fél a jövőtől, nem érzi magát biztonságban, mert nem áll mögötte egy társaság, egy család, egy rokonság, egy falu közösség, amely megmenti. Régen megmentette. Nem volt régen szegény, boldus és hajlandó. Most nincs. Ez szorongóvá teszi az embert. És a szorongó ember, tudományosan igazoltan, minden betegségnek ki van szolgáltatva. Nincs ellenálló ereje. Mert szorong. És ott utána teszi, érdemes lenne szó szerint felolvasni is, hogy a szorongáshoz vezető lelki állapot, az nem csak a modern társadalom sajátos szerkezetéből adódik, ugye? Egy bérházban, egy lakótelepen, már a szomszédról se tudom, hogy kicsoda. De ez nem egyszerűen ennek a következménye, hanem a szorongás keltés mögött pénz van. Az az ember, aki szorong, az könnyen befolyásolható, megetethető, átvitt értelemben mindennel. Mert állandóan úgy érzi, hogy egyedül van, saját magának kell a fenntartásáról, életéről, jövőjéről gondoskodni. Ezért próbál alkalmazkodni, dörgölődni, vagy elfogadni a hatalmat. Nem véletlen, hogy amikor egy diktatúra föllép, gondoljuk 1948-49 fordulat évére, mi volt az új hatalomnak az első és legfontosabb teendője? Minden más közösséget, a szerzetes rendtől kezdve, a cserkészetig, a vadászklubtól kezdve, a szívgárdáig, mindent feloszlatott. Csak a párt és a párt felügyelete alatt lévő szakszervezet és ifjúsági szervezet volt elismerte közösség. Minden más közösséget tönkre akartak tenni. Tönkre is tettek. Eltörölték. Törvényen kívül helyezték. Két emberre összehajolt, az már összeesküvés volt. Perek soramú bizonyítja. Az egyházak, amelyek közösséget alkottak, azok már akkor egy kicsit lazábbak voltak, de az egyház ellenség az szintén ide lehet tenni. Nem az izgatja őket elsősorban, hogy hisznek Istenben, és ez egy materialista világnézet volt, hanem az, hogy közösséget alkottak. És ha igazán krisztusian lettek ez a közösség, akkor nem lett volna akkor sem hajléktalan, és kidobott, és elüldözött. Mert a közösség befogadta volna, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk. De aztán felépül az egyházi hierarchia, ahol egy püspök és egy főpap az éppen olyan pompával rendelkezik, mint egy király, akkor ott eltűnik a lábmosó egyház. Az az egyház, amelyikben a legkisebb és a legszegényebb és a nyomorét is bízhatott, hogy nem fogják egyedül. Ez egy sajátos magyar probléma, erre majd megint kitérek, hiszen a magyar egyház nagyon összefonódott a hatalommal. Az egésznek az alapja az, hogy Szent István megkapta, engedjék meg, hogy néha ilyen történeti kitéréseket is tegyek, ami látszólag messzebb visz a témától, de ezek fontosak. Szent István, aki megszervezi a magyar egyházat, nem ő téríti meg a magyarságot, ez is egy hosszú téma lenne. De apostoli királyi címet kap, püspökségeket alapít, és így tovább. És ezt bitorolják a többiek is. Olyan módon, hogy a püspökök és érsekek és primás kinevezése az a királynak a joga volt, a szentség csak jóvá hagyta legfőjebb. Így lett mondjuk 9 éves korában, Hipolit Estély, a Zsigmond idejében, esztergomi érsek. Még csak pap sem volt. És hiába került ez újra és újra előtt, Mária Terézia is az apostoli király címet bitorolta, a szentség figyelmeztette, de hát nem törődött el. És akkor így a hatalommal, a gazdagokkal, sőt a habzugókkal is azonosították a szegény emberek az egyházat. És amikor az első, ugye a Rerum Novarum 13. Leó pápának a híres enciklikája, ami fölhívja az egyház figyelmét a szociális igazságra, és sorra megalakulnak Európa szerte a keresztény szociális pártok. Ugye ami a legnagyobb pártok is, Európa újkori átalakulásában, például Adenauer vezette, ugye, német keresztény szocialista párt, stb.
Magyarországon is az első háború előtt templomi zászlókkal mennek a kisemmizett szegény parasztok, nincs telenek, zsellérek. Akkor a Katolikus Népszövetség, ez a neve, püspökök által létrehozott társadalmi szervezetnek, az kijelenti, hogy a nagy birtok az Istentől való. És a Andrássy belügyminiszter szétveri, és nem tudom, 6000 ember kerül akkor börtönbe. Hát csoda, hogy akkor ez a szocializmust, társadalmi igazságot követelő népréteg, ami nem kicsi, 3 milliónál többen vannak, ez a 3 millió kórus országa, akkor keresi, hogy hol van az a párt, ott van az az eszme, ahol a szociális igazságért harcolnak. És akkor két út van. Vagy szocialista, kommunista lesz, vagy nyilas, nemzeti szocialista. Ezek nem azért váltanak ezek pártot, mert olyan gazemberek, hogy nekik mindegy, hogy milyen zászló alatt csak előre jussanak. Ez a két párt hirdeti azt, hogy meg kell változtatni a birtokviszonyokat, meg kell változtatni a magyar állam társadalmi szerkezetét, stb. Stb. Igen, ez is hozzátartozik, mert azért a néprajz elsősorban, mivel a szájhagyományos kultúrával, és nem az iskolákkal és az egyetemekkel foglalkozik, hanem a nép szájhagyományos műveltséggel, erről is tudnunk kell. És akkor megértjük, hogy miért van megosztott a magyarság. És nem tudott úgy fölzárkozni az egyház mögé, és az egyház nem tudott úgy a egész nemzet érdekeiért harcolni, mint például Lengyelországban. Nem, mint a hiányoztak volna ilyen emberek, gondoljunk Prohászkára, vagy Mindszentire. De ezeknek az igazsága még most sincs tisztázva, még az egyházon belül sem, mondjuk ki tisztán. Egy Meszlényi, egy Kaszap, egy negyedik Károly már szenté van avata, de Prohászka, aki messze nagyobb volt, és Európa hírű volt, az még sehol sincs. Vagy Mindszenti maga, aki Prohászkát mintaképének tartotta. Aki, mikor 46-ban kinevezte a pápa, ugye esztergomi érseknek, prímásnak, akkor az Új Emberben egy nagy cikkben leírta a programját. Vissza kell állítani az egyház községeket, azt a közösséget, ami nem a templomba alkalom szerint összejött embereké, hanem akik egymást ismerik, akik egymás gondjait magukra vállalják, akik úgy élnek, mint az apostolok cselekedeteiben. És azt írja, hogy ilyen egyház községek Erdélyben, úgy az egyház megyék, ott mást jelent az egyház megye, ott 3-4 községnek neveztek egyház megyének, akinek volt egy egyházfi vezetője, aki nem a sekrestyés volt, hanem ő volt az, aki hívta a papot, akit megválasztottak, aki felügyelt az iskolát, a temetőt, a rendet, és még az fölött is ítélkezett, hogy valaki káromkodott. És ilyen egyházközség, ilyen szervezet Magyarországon alig maradt. Ilyen volt a Soproni konvent. És Sopron egy időben teljesen a vezetősége evangélikussá lett, és a közösség így szerveződött össze, és aznak külön, ami gondoskodtak a szegényekről, a kivégzettek hozzátartozóról, a sebesültekről, a hadjárvákról, iskolát tartottak, és a többi. És a megválasztott vezető alkalmazta a plébánost. Ő volt a kegyúr. Ennek az egyházközségnek, a konventnek a vezetője világi ember volt, helyettese pedig mindenkor az egyik város plebánosa volt. Erre hivatkozik Mindszenty, hogy ilyeneket kell visszaállítani. 2002-ben, vagy mikor megjelent egy könyv is erről, a Soproni konvent története. A győri püspök írt előszót hozzá, hogy Isten áldja az ilyen szerzőket, és akik föltárják ezt a múltat. Ugyanez a püspök 2005-ben megszüntette a Soproni konventet. Ez csak egy pillanatkép arról, hogy mennyire nem tudunk még mindig szerveződni, még nem tudunk kezet fogni, nem tudunk közösséget alkotni. És ez nem csak az nemzet jövőjét befolyásolja, hanem az egyéni egészségemet is. Mert ha nincs közösségem, akkor szorongó vagyok, és ha szorongó vagyok, beteg leszek, és rövidebb ideig élek. És a hatalom, minden hatalomnak, politikai és társadalmi, gazdasági hatalomnak érdeke, hogy én szorongó legyek. Ezért követel mindent, hogy ne erősödjön meg a civil társadalom.
mindent elkövet. Tehát szükséglet a kapcsolat. Az ember és ember közti kapcsolat a szükséglet. Ha nem tudom kielégíteni, nem csak a társadalom érdekei vesznek el, mert nem tudok kiállni, mert ugye egy társadalmi változás csak akkor következik be, akármilyen kormányban, akármilyen programban, ha azt akarjuk. És az akarathoz össze kell fogni. Össze kell adni. Azáltal ismerjük meg, hogy mit is akarunk. És akkor kiállunk mögötte, akkor megtörténik a változás. Ha nincs társadalmi akarat, akkor semmi se fog menni. A történelem is bebizonyította ezt. Én még erről hadd térjek ki, és akkor a történelemre egy kicsit visszalépek. 1453-ban II. Mohamed elfoglalja Bizáncot. Ezzel véget ér Európa egyik legnagyobb múltú nagyhatalma. És megindul Európa felé. Hunyadi János, aki akkor már ugye több évtizede harcol a török ellen, és csalódott abban, hogy Európa segít, mégis szinte az ő javaslatára minden okos ember látja, hogy a magyar benderiális hadsereg semmit se ér ezzel a világ legnagyobb hadseregével, amivel a legkorszerűbb francia és német tüzérség állt a szultán szolgálatára. El is kevesen tudják. Ott vannak Mohácsnál is a német, a nürnbergi tüzérek és áldunk. Tehát nincs remény az európai nagy segítségben. Bár keresztes háborút hirdetnek, de hát az jóval nem is érkezik meg. De a magyar parasztok mennek tömegesen. Tömegesen. Egyes források 200 000 emberről beszélnek, de nincs fegyverük se. Paritjájuk, meg botjuk, kardjuk legfőjebb. És Lándörfehérvárnál II. Mohamed már szorogatja a várost, már nem szinte a feladásról kell beszélni, megérkezik Hunyadi kapisztránú, a parasztsereg, amit septébe ki is képeznek, vannak olyan katonák, akik a legszükségesebb hadviseléshez szükséges, hát fegyelmi és egyéb a szervezeti dolgokat megcsinálják, és ez a parasztsereg nekiesik a töröknek. És az akkori világ legnagyobb hatalmát elsöpri Nándorfehérváron. Ezért szólnak a harangok ma is délbe. És aztán pár évtizedig a török nem magához se tud térni, aztán újra jön, és megint iszonyatosan földuzzad az ereje, és megindul megint Magyarország. Elemig nem indul meg, de hát elébe kéne menni, megint a tanúság az, hogy csak ilyen népfölkeléssel lehet megállítani ezt a világhatalmat. És akkor meghirdetik újra a keresztes hadjáratot. Bakócz érsek, aki kitúrja ezt az esteit, ezt a, akkor már fiatal embert, aki nagyon tehetséges hadvezér volt később. Meghirdetik a keresztes hadjáratot. Külföldről nem igen érkezik. De megint 100 000-ével a magyar parasztok. És akkor a Csáki, meg a többiek megijednek. Mi lesz? Hát 1504-ben hoztak egy törvényt, hogy semmilyen fegyvert nem viselhet a jobbágy. Eltiltják a vadászattól, halászattól, stb. Hát a fegyver lesz a kezükben, bosszút állnak rajtunk, és egyre több földesúr nem engedi a sajátját. Kigúnyolják, megveszőzik, kiherélik, agyoncsapják, a házából elzavarják azt, aki csatlakozik a kereszthez, a keresztesekhez. Kigúnyolják, gúnyrajzok is maradtak fel. De akkor már Bakócz kinevezi Dózsát, akkor korábban több vitézi tette miatt a kitüntetés és jutalom átvétele Budán jár, és akkor őt nevezik ki. De olyan tömegben állnak ellen, és a korabeli följegyzés szerint örülnek az urak, hogy nem az ő vérükön kell harcolni. De végül nem akarják elengedni a parasztokat. Hát akkor nem, ki fog nekem dolgozni, mert fegy lesz a kezébe, át, ha bosszút áll. És akkor Bakócot rábírják visszavonja, hogy aki nem teszi le a fegyvert, nem megy haza, az kiközösítik. De akkor már megindul a Dózsa sereg. De nem engedik élelmezni, nincsenek tisztjeik, nincsenek hadvezéreik. Már csak amennyit Dózsa és többiek az hoztak magukkal. De hát egy hadsereg hiába sok emberből áll, azt vezetni kell, azt be kell osztani, azt élelmezni kell.
Nem engedik élelmezni, bezárják a magazinokat, a baktárokat. És fölbérelik Siljanovicsot, egy despotát, aki a maga rád seregével szintén ment volna a török ellen. És azt ráúszítják Hajszentlőrincre, ahol a parasztokat kísérő asszonyok, ahol sütik a kenyeret, ápolják a betegeket, és lemészárolják ezt a hátteret. Egyes források szerint tárgyalásra hívják Dózsát, és becsapják, és letartóztatják, mások szerint egyszerűen leverik. Lényeg az, hogy Dózsát kivégzik, és utána az erdélyi sereggel, és más külföldiek segítségével leverik ezt a felkelést. Egy karnyújtásra volt egy második Nándor Ferérári győzelem. Mert 1456-ban is elsöpörte a világ legjobb hadseregét. Most is elsöpörte volna. Ehelyett szétverték ezt a csapatot, elidegenítették a parasztságot a nemzettől, meghozza Verbőci a törvényeit, ami kijelenti, hogy a magyar nemzet csak a nemesek. És ezzel kizárta a magyar nemzetből a lakosság 95%-át. És akkor törvényszerű, hogy bejön a Mohács. De kezünkbe lett volna egy második Nándor Ferérári győzelem. És akkor az egész magyar történelem megváltozott volna. Nem itt ülnék most akkor. De hát erről még beszélni sem szabad. Bizonyára sokan ismerik a millenniumra 1896-98-ban megjelent egy magyar nemzet története, 10 kötet, gyönyörű, aranybetűs, bőrkötéses sorozat. Az még leírja ezt. Így írja le, hogy a parasztok lelkesen jönnek, életüket nem kímélve, de nem élelmezik őket, megtagadják a vezetést, és így tovább. Rákényszerülnek arra, hogy nekiessenek a földesúri magtáraknak és egyebeknek. És aztán előbb-utóbb ugye egyre nagyobb összetűzésekre kerül sor, mindkét oldalról kegyetlenkednek, végül hozzá levelik. Az akkor megjelent 1888-as példányt vettem a kezembe. 14. kiadás, magyar történelmi tankönyv. Ebből tanult a magyar ifjúság történelmet. Akkor, amikor ebben a 10 kötetesben így megírták a valóságot, hogy ez nem teljesen egy paraszt felkelés volt az urak ellen, hanem ez egy önfeláldozó, hadát védő keresztes háborúnak indul, amit megcsalnak és elárulnak a egymással viaskodó önző nagy urak. Még nagy része nem is volt magyar már. Szerintem vidgeregény királyok egyre inkább szerették volna a főnemességet a saját embereikkel föltölteni. Tehát a történelemkönyve ez így megvan. A tankönyvek ez áll, majdnem szó szerint tudom idézni. Rákos mezején a kalandvágyó parasztok megválasztották királyuknak Dózsa Györgyöt, és nekiestek a nemesek udvarházainak, és gyilkolták a házanépét. Ez van. Megnéztem a mostani tankönyvekbe. Hát ha nem is ezekkel a szavak, de majdnem pontosan ugyanez van. Összegyűlt parasztok, nekiestek a földes uraknak. De az, hogy miért estek neki, hogy csalták meg őket, és hogy karnyújtásra lehetett volna egy második Nándor Ferérári győzelem, az nincs benne, még most sincs a tankönyvekben. A magyar történelem hamisításokról is lehetne sokat beszélni. Nem csak a marxisták követték el. Szóval a Verbőci tételéből, hogy csak a magyar nemesek az urak, azok a nemzet, a többi, és ezt tanították a könyvekben, még a reformkorban, a Horváth István, meg Gerók Hill és a tudományos gyűjtemény megjelent cikkében, stb. Arról beszélnek, hogy a jobbágyok, a parasztok, azok a magyarok által legyőzött, rabszolgára vettságba vetett, de Kálmán király idejében fölszabadított és jobbágy szolgákká tett népeknek az utódai. Tehát megtagadja még a magyar származásukat is. Pedig hogyha az mérlegre tennénk, hogy a magyar parasztságnak hány része magyar, és a magyar főnemesség hányad része idegen, hát nem tudom, melyik lenne magyarabb. Igen, és számos ilyen történelmi hamisítvány van még ma is a tankönyvben.
holott a szakkönyvek azok már megírták. A szakkutatók, akik becsületesen föltárták a részt, azok ott vannak tanulmányokban. De ha összefoglalásra kerül, akkor egészen más. Ha azt tanítani kell, egészen más. És hogyha összefoglalnánk, hogy miben más, mind arról beszél, hogy a nép az. Szóval mind tagadja a népnek a szerepét a magyar történelemben, és nevetségessé is teszi. Mint ahogy a közéletünkben is. Nincs olyan ország, ahol a szilveszteri műsorban a nép azon rög, nem a nép, a rádió és tévé hallgató azon rög, hogy figurázzák ki a magyar parasztok. Ilyen ellenszélben születik meg a magyar néprajztudomány. Amelyik azt mondja, amikor válságba kerül a szükségletek kielégítésének a módja, és elsősorban az emberi kapcsolatoknak a kérdése. Az emberi kapcsolatok az nem csak a család, nem csak a baráti kör, nem csak a kis közösség, a rokonság, az emberi kapcsolatok a nemzet is, az ország is. Ami különböző hivatású, különböző állású néprétegeket, osztályokat fog egy közösségbe. Ha ez megromlik, akkor jön Mohács. Vagy Temesvár először, és abból Mohács következik. De minden egyéb nagyobb történeti esemény, csak még hadd utaljak kettőre, a Mohit ütközet. Egy Tamás nevezetű spalatói esperes, aki Magyarországon tartózkodik 1241-ben, azt írja, a negyedik Béla körülhordoztatta a véres kardot, de a nemesek röhögnek, azok, hadd jöjjenek a tatárok, leckésztessék meg ezt a gőgös magyar királyt. Ugyanis negyedik Béla rá akart koppintani a magyar urakra, a körmére, akik a katonai erejüket arra használták, hogy egymást írtották. Ez úgynevezett feudális anarchia, amikor egyik földesúr megszerezve mások támogatását, nekiesik a másiknak és leüldözik. Szabó István, a debreceni történész kimutatja, hogy a tatárjárás előtti úgynevezett feudális anarchiában az egymás ellen hadat viselő urak kezétől több magyar halt meg, mint tatárjárásban. Le van írva, kérem. De én találom most ezeket ki, nem vagyok történész. De megtaláltam azokat a forrásokat, amelyeket elhallgat a nagy közönségnek szánt történelem. Ugye? Tudják, a történelem is egy szükségletet elégít ki. Emberi kapcsolatoknak a pillanaton túlnyúló, a múltba kapcsolódásnak, a történelmi tudatnak, a példaképeknek a tudománya kell legyen a történelme. 1959-ben Albániába járhattam, sok albán diák tanult a Magyar Egyetemen, és az albánok is felajánlották, hogy hát ők is szívesen látnának magyarokat Albániába. De hát ki akart elmenni a világ legszegényebb és legelmaradottabb országába? Hát persze, hogy egy néprajzos, mert az szembesül azzal a kultúrával, amit még egy felső osztály még nem számolt föl, vagy nem kezdett ki. Hát tényleg eleven középkor volt, amikor ott jártam. Egy helyen akkor már Enver Hodzsa volt a vezér, a templomokban nem lehetett már megünnepelni a búcsút, de a házakhoz meghívtak minket, és egy ekkora teremszerű helységben, körülbelül annyian, mint ahogy most itt vagyunk, volt az ebéd, én kaptam a birkának a fejét, nézett rám azt szemével. Én voltam a fejes vendég, hát fejes a fejesnek a feje. És utána két fiatal ember elkezdett ilyen csiftédiának nevezett, ilyen lancszerű hangszeret, egymás szavába vágva ketten énekelni. Mondták, ez egy hősdal, kiről, Skanderbégről. Hunyadi kortársa volt. És énekeltek, nem úgy, ahogy itt a operában Belkántól, ugye hasi légzéssel gyönyörűen cifrázva, szinte bele izzadtak, ahogy kiáltották elcsukló hangon. És akkor befejezték, az emberek fölugráltak, és ordítoztak, és éjjeneztek, és minden, kérdezem a szomszédtól, hogy hát ez az, hogy mit kiabál itt, már harmadszor is ugyanazt kiabál. Hát azt kiabál, hogy áldottak azok az emlők, akik ilyen ajkakat tudtak szoptatni, mármint az énekesnek az ajkát. Úgy beszéltek Skanderbégről, az 500 évvel ezelőtti hősről, Hunyadi barátja volt különben, szövetséges, és ezért a magyaroknak óriási megbecsülése van.
Látták, hogy idegenek vagyunk, megkérdezik, ki honnan vagyunk, mondom, magyarok. Ja, magyari! És elolvadtak a gyönyörűségtől. Mikor lesz olyan történelmi óra egy gimnáziumban, hogy utána a gyerekek fölugrálnak és megjegyzik a történelmi tanárt? Mert a történelmnek ez a feladata, példaképeket állítani, amit örömmel és büszkén lehet követni. És ugyanakkor rámutat a hibákra, rámutat arra, hogy miért veszítettük el Mohácsot. A történelem nem erről szól, ez ki van iktatva. Miért nem lehetne most is többet beszélni a 56-nak a hőseiről? Egy Tóth Ilonkáról, vagy a Pártház ostrománál elfogott 14 éves gyerekeknek, akiket 18 éves korukban végeztek ki? Hogy ne legyen szemtanú, aki elmondja, hogy mi is történt ott a pártháznál. Mert a tankönyvben az kerül, hogy a hiszterizált tömeg megrohant a Köztársaság téri pártházat, és ott 24 embert leglincselt. Tiszta hazugság az egész. Arról szó, hogy gyerekeket elfogtak és odahúzották be, és a többiek ki akarták szabadítani, és közéjük adtak egy gránátot. És akkor indult meg az ostrom, ami több óráig tart, és abban halt meg a legtöbb. És utolsó rohamnál, amikor már fejét zászlóval kijönnek, és azokat is lelövik, hát a film készült arról, hogy a mentősök viszik a hordágyon a sebesültet, és lelövik. Én is láttam ezt a filmet. Nem, tankönyv ezt került, a hiszterizált tömeg megrohant a pártházat. Ne legyenek eszményképek, ne legyenek lelkesítő dolgok. És akkor nem csodálkozunk az, hogy az ifjúság legundottabb órának tartja a történelmet, és alig várja, hogy elmehessen szakképzettséggel, akár orvosnak, akár minek, Amerikába, Svédországba, vagy Brazíliába. Hát ha van feladat a történelmek az, hogy összekapcsolja a múltunkat és minket itt, hogy itt maradjunk, mert ha nem leszünk, maradunk itt, el fogunk veszni, pusztulni. Vagyis akkor azt is mondhatnánk, hogy az a fajta néprajzi szemléletű történet, itt szemlélet, és a kutatás, ami föltárja ennek a népnek azt a kultúrát, amivel minden, mert amit előre ment, ugye, minden szükségletét maximálisan fedezni tudta, és magába tudott olvasztani. Egész 1700-as évekig a magyarság asszimilál. Rengeteg románból, szlovákból, németből, szerbből, horvátból, szlovénből magyar lesz. Meggyőződéses, nagy magyar. És aztán megindul az ellenkező folyamata. Benn van a történelemkönyvben az, hogy az erdélyi urak kikergetik a magyar jobbágyokat és románokat hoznak be. Mert Vas Albert maga megírja a saját családjáról. És egy Berlász Jenő nevű történész arról ír, hogy 1768, jegyezzék meg, 1768. Ez a bécsi státszárhívban van egy hosszú bejegyzés németül. És kéri az udvart, akadályozzák meg, hogy a erdélyi földesurak, magyarok és németek, kiűzik a magyarokat és székely jobbágyokat az országból, és helyette románokat telepítenek be. Van olyan falu, ahol 30-40 évvel ezelőtt még egy román se lakott, és most már román többség van. Ehelyett a történelme csak az van, hogy büdös románok elvették Erdélyt. A románság legnagyobb, nagy része, nem a legnagyobb, nagy része magyar származás, mert hova menekültek? Kiűztek, oda mentek. Nem Nyugat-Európába. És akkor 1871-ben privatizáció, vagyis arányosítás néven felosztják az eddig a székelyek által közösen használt havasokat, és megkapják a földesurak, akkor egy sepsiszentgyörgyi tanárember, Simon Péter könyvet ír, egy röpiratszerű könyvet József főhercegnek, hogy akadályozza meg ezt az arányosítást, mert az urak kezébe kerülnek a havasok, ahol sok székely szegénynek, aki a földön alig rendelkezett földdel, most a föld a völgyekben megművelt föld arányába kapnak a közösen használt havasi legelőből. Akinek nagy földje volt lenn, az nagy részt kapott. Aki kicsinek, vagy nem volt földje, az nem is kapott a havasokból. És ez egy újabb lökést ad 1871 után a székelyek kivándorlására. Akadályozza meg, mert székelyek kivándornak Erdély el fog veszni, írja. 1904-ben jelent meg ez a könyv. Ez benne van, ez a probléma,
Mikszáth Kálmánnak egy olyan novellájában, illetve karcolatával, ami benne van a tankönyvekben, vagy benne volt, most már nincsen benne, de annak idején 4-5 évvel ezelőtt még 3 tankönyvet megnéztem. Benne van példa arra, hogy mi az, hogy karcolat. Ugye pénzügyminiszter reggeli, ez a címe ennek a karcolatnak. A pénzügyminiszter bennül a parlament büféjében, és eszik, és van egy mondat. Kívülről behaladszik az erdélyi képviselők vitája a székelyek kivándorlásáról. Szörny a székelyek, éheznek, nyomorulnak és kivándorolnak. Ezek a mondatok a tankönyvbe bekerült Mikszáth szemelvényből ki vannak törölve. Én utána néztem. Mint ahogy Asztalos Miklós történeti Erdély könyvéből is ki van írva, és Asztalos Miklós, aki egy jó történész volt, de láthatóan a cenzúra beleszólt a történelemkönyvben, de történeti Erdélyen szép, fehérkötéses vastag kötet, 1936-ban jelent meg. Mondom, megnézem, mi van erről itten, ez az Asztalos Miklós, nagyra böcsülöm, hát ez a történelemkönyvben biztos nem hallgatja el ezt a tényt, amit most már én Simon Péter könyvéből megismertem, és ennek a hátterét, a Mikszáth cenzúrájából ugye ennyire érdeklődésembe került. Hát Asztalos Miklósban volt akkora bátorság, hogy akkor kitörölték ezeket a mondatokat, akkor nem változtatott a szövegen, és így érthetetlenné vált a szöveg. Megvan a könyv. És a következőt olvasom. A jobbágy felszabadítás a Székelyföldön nem sok változást hozott, mert a székelyek nem voltak jobbágyok. Nem igaz, hogy majdnem 35-40%-a jobbágyá lett már lassan. Tehát ez sem egészen pedig. De ami következő jön, ez teljesen képtelenség. Ezért ennek a nagy erdélyi földterületnek 80%-a a románok kezére került. Hát hol ebben a logika? Semmi logika nincs. Itt valamit kitöröltek, és Asztalos Miklós nem írta át a szöveget, hogy valami értelme legyen. Meggyőződhetnek. Asztalos Miklós történeti Erdély, annak a történet, benne Ravasz, László, stb. Sokan írnak, ő írja a történeti részt, ott van ez a rész. Ellenőrizzék, ne higgyenek semmit sem nekem, nézenek után. Hát persze, hogy akkor a parasztság, a nép kérdése, az hetedrangúvá vált Magyarországon, a közoktatásban és minden. Holott meg mind hangsúlyozom, a Nándorfehérvár csak a nép tudja kiharcolni. A magyar néprajz tulajdonképpen a többi európai népek néprajzához hasonlóan a felvilágosodás korába kezd kijönni, de megint szinte úgymond negatív oldalról. A könyvek sokat szólnak, néha nem eleget, de érdekes mégis az arány. Azokról a nagy népnevelőkről, akik a magyar parasztság elmaradottságával foglalkoznak. Egy Tessedik Sámuellel, egy Berzevici Gergellyel, Bél Mátyással és a többiekkel. Kétségtelen, hogy nagy munkát csináltak. De csak néhány dolgot hadd villancsak fel. Tessedik Sámuel ugye felvidéki, részben szlovák származású volt, így került Szarvasra, ami az Alföld benépesítésénél, ugye volt egy ilyen tendencia, hogy nem magyarok kerüljenek oda, hanem idegenek. Amikor például a Temesköz, tehát a Marostól délre, Maros és a Tisza szögében délre, keletre levő terület teljesen külön kormányzás alá veszik a töröktől való vissza, kiszabadult, felszabadítás után nem csatolják Magyarország, úgy, a temesi bánság, ott írásos törvényben mondják ki, hogy ide, aki magyarul beszél, be nem telepedhet. És akkor jönnek rácok, horvátok, franciák, és főleg németek, románok, a magyar nem tehette be. Egészen addig, amíg a Temesközt 1779-ben visszajönnek tanítani, csatolják a magyar királysághoz. De akkor már minden jobbágy föl van osztva, akkor a szegedi kirajzás az már csak nincs telen. Dohánytermelő kertész gányó lesz, ugye? Tehát így védték az országot, és nem véletlen. Magyarország be tudta volna népesíteni az elpusztult területeket.
Ez is egy hosszú történet, hogy hogyan mismásolódik el ennek a lényege. Ahol például a Dunántól ugye svébise türkán, sváb törökország, szinte egy tömbbe volt a 50-60 német falu, az mind rácfalu volt a török alatt. És ezek a fontos dolgok, amik az egész nemzet történetét befolyásolják, ezek hiányoznak a tankönyvben. A török ugyanis annak a rácnak, annak a szervnek, aki Rácországból, a Balkánból betelepült Magyarországra, az teljes adómentességet kapott. Ha ott maradt, akkor adós fizető rája lett volna. De idejöve privilégizált ember. Persze, hogy jöttek. Mint ahogy a ide telepített németek is teljes szabadságra, 5 évig teljes adómentességet, és utána is különböző kedvezményeket kaptak. Az itt lakókkal szemben. Na és szóval a multiknak van hagyománya Magyarországon. De ez nincs benne a történelemkönyvben. Ahol német falu van, Dél-Dunántól, és legalábbis volt többségében, ugye a kitelepítési, az mind rácfalu volt. Én levéltárban is dolgoztam, kidobtak a helyemről, vagy ott hagytam, stb. Megnéztem ezeknek a paraszt íratoknak, hiszen ebből született meg az ártéri gazdálkodásról szóló könyveim is, amiről majd beszélni fogok tovább. Amikor a Rákóczi szabadságharcban a császár mellett hű földesurak megkapják a birtokokat, akkor a rácok már nincsenek ott. Amikor a rácokat fölbiztatták, Csernovics Arzénnek megígérte Lipót, ha átállnak a török oldaláról, ahol töröknél martalócok voltak, akik privilegizáltak voltak, akik mindig hadjáratuk idején mentek a törökkel együtt a király Magyarország ellen, zsoldot nem kaptak, tehát raboltak. Ők pusztítják el az országot, nem a török. A török nem települ ide. Néhányszor ide jön két nagy hadtestel, ugye a rumeliai hadsereg az a Kis-Ázsiából, és a Rumélia az a Balkáról, és az Anatóliai a Kis-Ázsiából. A rumeliai hadtest a legjobb része rácokból és más balkáni népekből áll. De ide török nem települt be. A hadvezérek, a dervisek, kereskedők, ezek voltak, de parasztság nép nem jött ide, ugye? Hát keresett rácokat, találta meg, mint szövetséges. Minden szultán fölajánlja a magyarokkal a szövetséget. A török történelemben ez benne is van. Akkor én a Konstantinápolyban jártam, és meglátogattam a kék mecsetet, bejelentették, hogy itt van egy magyarországi. Az imám elém sietett le a lépcsőn, széttárt karral, testvér, hányszor akartunk titeket megszabadítani a németek. Nem sikerült. Ők még nem számukra ez így ér. És miután minden hadvezér, ugyanúgy, ahogy IV. Béla a mongoloknak a szövetségét visszautasította, hát kerestek maguknak, és ez a Rácz. És a Rácz Martalóc ide is telepedett, ugye? És akkor Csernovicsnak megígéri Lipót, ha átállnak, ugyanazokat a privilégiumokat meg fogja kapni, sőt, Magyarország déli részét a császártól, mint amit ők a töröktől kaptak. Ez a Grábóczi kolostor, amely ugye már 1500 éves végén a szerb Magyarországnak szerepült szerbek szerelmi központja volt, ott a évkönyveket vezetnek, ez is benne van. Csak egy kicsit másképpen viselkedett az osztrák, mert mikor megindította Belgrád ellen, akkor számba vette, hogy melyik rác van ott, mint szövetséges. És aki nem volt ott, azt mondta, hogy akkor az nem privilegizált, akkor az ugyanúgy jobbágy, mint a többi. Hát ez a rácoknak egy részét ez nagyon bántotta, és ebbe próbált belekapaszkodni Rákóczi, hogy felszorította a rác nemzetet, hogy ők is harcoljanak a Habsburgok ellen. De hát a Csernovics és Lipótnak a szerződésében szó szerint ez van, ezt egy szerbiai magyar történelem könyvéből olvasom, hogyha véletlenül levernék a török ellenes felkelést, a rácok török ellenes felkelését, akkor Magyarország déli részén szép országot kapnak. És akkor legalább együtt harcolhatunk, közös ellenség a magyarok ellen. Benn van a történelemben? Nincs. A szerbben benn van. A szerbek kétszer kapták meg ezt a földet. Mohácsi, illetve
Pécsig, Balatonig és Kecskemétig. Először a török törös, utána Lipóttól is megkapták. Mit keresnek itt a magyarok? Mert régen a miek. Sesejnek a mostani délszláv háborújában ilyen térképek voltak. És a szerb fiatal úgy hiszi, hogy őt a saját örökségéből, a jussából kergetik a magyarok. Hát ott tartottunk, hogy a magyar néprajz tudomány kezdetei. Negatív oldalról indult, mondom, a Tesedik Sámuel, amikor Szarvasra kerül, hát meg is írja az ő élményeit, és az egyáltalán az egész működésében, mivel ő a legmodernebb nyugaton már kimunkált mezőgazdasági módszereket próbál elterjeszteni, gyümölcsöket és egyebeket. Ezt úgy tiszteljük, mint egy óriási tanítómestere az ottani népnek, hiszen ő tanítja meg gyümölcsöt termeszteni, meg stb. Stb. De elfelejtik, akik ezt így értelmezik, hogy a szarvasi szlovákok azok való Liptó árva környékéről kerültek oda le, és a gyümölcstermesztés és egyebeknek azok a készségek, amiket ő Tesedik ott tanít, azok a hagyományos magyar paraszti világban olyan magas szinten voltak a középkorban, hogy úgy emlegették Magyarországot, mint halban és gyümölcsben leggazdagabb európai országot. Erre még visszatérek, csak itt hagyd mondjam, hogy 1408-ban Magyarországon járt francia szerzetes azt írja, hogy ennyi halat ő sehol nem látott Európát bejárva, 1208-ban. Mert ennyi halat ő csak Norvégiában látott, de Norvégiában az emberek a kenyér helyett is halat esznek, de Magyarországon van halon kívül sok buza és szövő is. Mátyás idejében pedig Galeotto és a... Freisingotto volt, azt hiszem. Nem, az a később. Az a később, igen. Ez korábbi, még a Árpádok alatt is indulnak keresztes a gyáratok, és ezt kiküldik ezeket a szerzeteseket, hogy terítsék föl az útvonalat, mit lehet enni, stb. És ez egy ilyen jelentésben van, ez a francia szerzetesnek a jelentése. De Mátyás idejében Galeotto Marcio jegyzi föl, hogy Európa szerint az a mondás, hogy ja, Magyarország, ahol a folyó áll két rész vízből és egy rész halból. De ilyen legendás halbőségre volt ennek az országnak. És az, hogy a gyümölcs milyen fontos volt, itt csak megint úgy Tesedikre utalva, hogy úgy állítjuk be aztán Tesediket, hogy hát a modern gyümölcsészet, stb. Milyen fontos, hogy ezt őt terjeszti el. De mikor elfoglalják a törökök 1541 után, mert ugye a Mohácsi vész után visszavonulnak, és csak később szállják meg, ugye Buda is csak 1541-ben esik el, akkor a szultán részére lefoglalják a legnagyobb jövedelmet, a legkülönlegesebb értéket termelő dolgokat, és így lefoglalják például a szeremnei gyümölcsös szigetet, az Kázbirtok lesz, az ott közvetlen a császárnak a gyümölcsös sziget, ugye? És a Habsburgok igazán nem nagyon szerették a magyarokat, ha kedveskedni akartak egy európai király udvarnak valami különleges dologa, akkor magyarországi oltógaljakat küldtek. Ilyen híre volt a magyar gyümölcstermelésnek. Nem Tesediknek kell megtanítani. Az, hogy a Tesedik az mit csinált, az tényleg dicséretes, ugye, a természetesen. Csak hát vannak egy túlzások is, nem veszük figyelembe azt, hogy itt oda hát, hegylakó, pásztor, birkatenyésztő szlovákok, akik az Alföldre kerülnek egy teljesen új környezetbe, természetesen az sok minden meg kell tanulni. Lényeg az, hogy Tesedik úgy tekint a paraszti kultúrára, mint az elmaradottság világára. Még a népszokások ellen is föllép. Hogy minek ez a nagy lakodalom és énekelés, és azért mind haszontalan dolog. Tehát a modern haszonelvű világnak, ugye minden a haszon, az előfutárai ezek. De a valóságban, mint már látjuk az ártéri gazdálkodásban, egészen más volt. Ha a magyar hagyományokat is figyelembe lesz. Tesedik Sámuel. Tesedik Sámuel. Róla van elnevezve a szarvasi főiskola. Például.
És hát mondom, nem akarom kisebbíteni, csak értelmezni, hogy ő neki miért volt annyira fontos, hogy ott gyümölcsöt termesztés, meg egyebeket rá bírja a lakóit. Érteni kell azt, hogy teljesen új környezetből jöttek, tényleg tanítani kell nekik. De hát a többi Tiszamenti és Dunamente megmaradt falvakban ott gyümölcsös erdők voltak. Erről majd fogok még beszélni. Tehát egyáltalában úgy tekintenek arra a nemzetközi tudományos irodalomban is, hogy a felvilágosodás hozza azt a új szelet, ami a régi hagyomány, ami egyértelműen elítélendő, az fölváltja a tudomány. Nem régen volt egy ilyen tanácskozás, hiszem 15-20 éve Európában, ahol a hagyomány fogalmáról értekeztek, elsősorban társadalomtudósok, antropológusok, néprajzosok, szociológusok, és így fogalmazták meg. A felvilágosodásban, a 19. század, a 18. század, vagy 19. század elején kezdenek az emberek, és most megint Maslowra gondoljunk a szükségletekre, az emberek szükségleteiket racionális meggondolások alapján kielégíteni. Addig ugyanis ne irracionálisan elégítették. Tehát akkor kezdődik a tudományosság. És ott, ahol nem racionálisan, az a hagyomány. Tehát a hagyomány teljesen negatív megvilágításba kerül így. És hogyha a múlt tapasztalataira hivatkozok valamilyen dologban, még most is, itt kisebb körbe beszélve említettem azt, hogy a mi tanszékünk, néprajzi tanszék írt egy gyűjteményes kötetet, ez volt a címe, Antropogén felszíni változások a Dunamedencében. Antropogén, ez tudományos, azt jelenti, hogy az ember által létrehozott felszíni változások. Tehát az ember gazdálkodása, működése során meg tudja változtatni a föld felszínt. A legékesebb példa, valaki utazott már valahol a földközi tenger mellékén, akár nyugaton, akár keleten, föltűnő az ugye a partoknak ez a karsztja, ugye? Hát ez mind erdő volt és szöllő volt. Egyszer volt alkalmam Athénból Magyarországra repülni, és kinéztem az ablakon, hát szinte több száz kilométeren keresztül kősivatag fölött repül az ember. Ez mind az ember csinálta, vagy a Kréta szigete, vagy a görög szigetek legnagyobb része. De hát már nagyon régóta. És tulajdonképpen, majd erre még kitérek, az Alföld felett ez a puszta, amit megénekelnek Petőfi, vagy Lénau. És egy nagyon érdekes tanulmány van erről, ajánlom mindenkinek, Rapaics Rajmond, aki az első háború utáni időben írta a könyveit magyar gyümölcsről, és van egy ilyen cikke, a magyar alföld természetföldrajzi jellege. És abban arról ír, nagyon helyesen vetti föl, hogy Petőfi, meg és a történelmi könyvekben olvasom, hogy azért telepettünk ide be a Kárpát-medencébe, mert itt hasonló fátlan steppéket találtunk, mint ahol voltunk régen. Csak hát, hogy a középkorban az Alföldön nem volt steppe, ugye? Hortobágy, amit most mutogatunk, hogy ez az igazi magyarság. Ott 6 vagy 7 nagyobb és még egy pár kisebb falu volt, és a romjai megvannak, még meg lehet találni a hortobágyi legelőkön, egyes házaknak a kupacait is. És Rapaics mutat rá, hogy Nietzsche, amikor az Übermenschről az ember szabad kibontakozatásával a legmagasabb fokra elért ember, az a pusztai betyára hasonlít, aki nem ismer határt és nem ismer fölséget maga körül. Ugye a Petőfi is ugye dicséri és ír a pusztákról, lent az Alföld tengersík vidékén, ott vagyok, ott az én hazám. Ugye, ahol nem akadályozza meg a szabad szárnyalást a hegyek és egyebek. Ugye ez mind az ember tevékenysége révén, de nem az az ember, aki közösségbe él, hanem az az ember, aki egy olyan társadalomba kerül bele, ahol a egyes rétegek
akinek más és más hivatás van, egymással szembefordul, ahol megszűnik a közösség, egy nagyobb közösség összetartó ereje. Amikor az Alföldről megindul a marha export nyugat felé, a nagy üzem teszi tönkre, így igen, mint ahogy ma is azt teszi tönkre, és ezért botránykő lett a mi tanulmányunk. Tanítják az egyetemen, hogy micsoda retrográd, micsoda ózsdi dolgok, hogy itt arról beszélek, hogy a természeti környezet megőrzésére csak a családi gazdaság alkalmas, a nagy üzem, a szükségszerűen tönkreteszi a földet is, és a társadalmat is. Hiszen falvak, amelyek 4-5 ezer lakósú falvak is földművelésbe értek 80%-ban. Most összesen az ebben a határban 100 ember se dolgozik. Hát nagy kombányok és motoros ekékkel, aztán nem kell oda ember. És ez a föld mind tönkre fog menni. Hiszen nem kapott szerves trágyát évtizedek óta. A domb tektehőkkel már kiviláglik a nyers talaj. És az a termőföld, ami elöntötte a földeket, vagy az utakat a földek között, azt az útpakaparóknak, az útfenntartóknak kell takarítani. Az nem a termelőnek a kára, azt mi fizetjük. És 20 év múlva ott nem lesz semmi termelés sem, az se az ő kára, az az utódok. Mit törődök én vele? Hát itt tartunk. És ezért botrány az ilyen könyv, ami fölhívja a figyelmet arra, hogy ha nem tudjuk visszaállítani a családi gazdaságot újra, nem tudjuk a természetet összekapcsolni az ember, mert ez a kapcsolat is fontos. Nem csak ember és ember kapcsolat van fontos, ember és természet kapcsolat is fontos. Az új ökológiai irodalom már erről beszél. Említettem a Kindler Józsefet, aki a Kovács... Bocsánat, ezt a tanulmányt volt tudnánk beszerezni? Vagy? Rapaics Rajmon? Nem, az önöké. Ja, milyenket? Az a mi tanszékünk adta ki, ott megrendelhető. Botrányosak. Ja, ez a címe. Tehát a szerkesztette András Rady Bertalan és Bargyas Gábor. Ez a címe, hogy antropogén felszíni változások a Kárpát-medencében. Megjelent azt hiszem 2007 vagy 8, most már nem is tudom. Ebben 8-10 tanulmány van. És ebben az egyik összefoglaló tanulmányban írom le ezeket így tételszerűen, hogy a tanúságát az összes tanulmány. És akkor a kivezető út is, hogy a kis gazdaságot. Igen, igen. Hogy hát akkor szeretném beszerezni majd. Igen. ott a Larmatan kiadó adta ki. El vesző Harmatan. Ez egy francia kiadó. Ennek nagyon sok ilyen tárgyi könyve jelent meg már. Viszont az elpusztult erdőket nem tudják a kisgazdaságok is felállítani, tehát ez... Hát erről is tudnék beszélni, mert mikor beszéltem arról, hogy a havasi legelőket felosztották. Hát ha ugye egy... Ja Istenem! Imre István nevezetű egyetemi tanár nem régen meghalt, egyetemi tanár volt Kolozsváron. Az több könyvet itt Magyarországon is kiadták, és megvásárolható volt. A rendtartó székelyfalu és a törvényhozó székelyfalu. Ez a két könyve. És ebben leírja, hogy az a székelyfalu közösség és több falunak a közös közhavas használata, az milyen szigorúan ökológiai védelmet iktat törvénybe. Ki mennyi fát vághat? Például, ha építkezik, vághat fát, de 2 éven belül azt föl kell használni, ha nem, elkobozzák tőle. Például. Vagy hogy a patakban nem szabad szemetet önteni. Egész idáig kiterjed be. És persze azt is, hogy aki káromkodik, az megvesszőzik. Az is ott van. Most akkor a tegnapi műsort, az esti műsort hallgatva, akkor egy csomó rádióriportet vehetnél. Majd a jó Isten. De visszatérve, tehát a... És itt nem tudom, hogy hova kapcsolódtál, hol kapcsolódtál ki. A földnek, hogy az... Tehát a kisparaszti gazdaság. Tehát visszatérve erre, hogy a hagyománynak tekintik azt, ami irracionálisan, és ahol már a racionálisan fedezik a szükségeteket, az a modern, az a tudományos, az a jövőben mutató. A néprajz pedig azt bizonyítja be, hogy a tudomány az mit csak részekkel foglalkozik, és majd sok-sok év után lehet, hogy igazolni fogja azt, ami a hagyományban most hazugságnak és tévedésnek tartanak. És ezért mondom, hogy a néprajz a jövő tudománya, mert egyre különböző területeken a hagyománynak a
az igazsága most bizonyosodik be. Van egy nagyon kedvenc tévám, mert kicsit eltér, de rávilágít arra, hogy mit kell ezen értenünk. Mikor az én fiaim megszülettek, hárman egymás után fiúk, hát látogattam természetesen a szülészeti klinikán a feleségemet, és akkor ott feküdtek a mamák, és mondom, hát a gyereket, mi, hát most majd most lesz a szoptatás ideje, majd hozzák a csecsemő osztályba. Hozták, és akkor haza került, akkor se tudta ki szopni azt a mennyiséget, ami a 3 órára elég lett volna, ordított. Az orvos azt mondta, meg kell tartani a rendet, a gyereknek pihenni kell, anyának is pihenni kell, kész. Itt nem tudta kiszopni a tejet, ott meg éhes volt, mert nem tudta kiszopni a tejet, nem volt elég neki. Ugyanakkor egy Nagy Olga nevezetű kolléga, aki az erdélyi mesemondásról, és a cigány mesemondásról nagyon szép könyveket írt, az mesélte, hogy ő járt Japánba, ahol akkor már, ez a 60-as években volt, a szülő asszonynak ott volt a gyereke, nem volt kiválasztva csecsemőosztályra víve, és akkor szopott, amikor akar. És ha beltették inkubátorba, mert koraszülött volt, oxigénhiány, stb. És akkor a inkubátorba azzal nyugtatták meg, hogy egy halk zene szólt a szívritmusnak a halk dob hangjával. És ahogy nyugodt meg a gyerek. És nézzük a hagyományt. Előbb még hadd mondjam, Amerikában egy lengyel származású szülész, nőgyógyász és gyerekorvos előadást tartott a klinikájáról, hogy ott bizony megszületik a gyerek, ott marad az anyjában. Szó szerint az anyjá. Egy hétig. Akkor szopik, mikor akar, akkor alszanak, mikor akar, teljesen mentesítenek minden más gond elől. Az anyának lesz teje, és a gyerek ki tudja szopni magának azt a mennyiséget. Nem kell pótszerekkel tömni. És hogyan volt ez régen? Kérem, megszületett egy gyermek, egy hétig ki sem mozdult a házban. És a gyerek ott volt rajta. Akkor szopott, amikor akar. És ma már az orvostudomány bizonyítja, hogy a gyereknek nem csak tejre van szüksége, hanem ölelésre, leheletre, gyámbászásra, gyúrásra, szimogatásra. A majom is így csinálja. De ez teljesen irracionális. De szükség van rá. Gyökösi az a híres pszichiáter, aki több könyvet írt a szeretetről. Van egy ilyen könyv, az orvos előírhatja, hogy ennyi vitamin kell, mennyi tejet kell enni a gyereknek. Nem írja oda, hogy hány ölelésre, gyúrásra van szüksége a gyereknek, hogy egészséges legyen. Hogy meglegyen ez a kapcsolata az anya és a gyermek között, ami hogyha akkor esetleg nem hal bele a gyerek, de 20 évben nem tudsz társat keresni magának. Tehát a néprajzi hagyomány az mutatja, hogy ezt így kellett csinálni. De hogy ezt így tudja csinálni, az egy sor más hagyomány tette csak lehetővé. Mert ott fekszik az asszony egy hétig, és hát ott vannak a többi gyerekek, a férje, meg többi. Mi lesz ez? A néphagyomány erről gondoskodta. A 13-14 éves kislány, mikor érezte, hogy most kezdődik a fonók kora, az udvarlás és párválasztás kora, mielőtt ide belekerült volna, kiválasztotta a legjobb barátnői közül azt, aki majd, ha ő férjehez megy és gyermeke lesz, ő lesz a gyereknek a keresztanyja, de ő fogja azt a 8 napot ellátni az ők egész gáztartásában, amikor ő csak a gyerekkel lesz. Ez a koma vagy mátka. És ez megvan Nyugat-Európa, Nyugat-Magyarországtól a csángókig, mindenhol. Csak másképpen nevezik. Lérnek nevezik, bátkának nevezik, komának nevezik, és így tovább. Tehát kiválasztja, és itt micsoda évezredes tapasztalat. Nem megy ő oda a tamarátnőjéhez, hogy te, Klári, legyél a mátkám, hanem mátkázó vasárnap, ez húsvét utáni első vasárnap, most fehér vasárnapnak nevezzük, akkor elküldi kisebb gyerekekkel az ő tálát, amiben az ő festett hímes tojásai, süteménye, esetleg kis borban, elküldi. És azok átadják egy kis verssel, mátka küldi mátkának, fogadja el mátkának, ha nem fogadja mátkának, küldje vissza mátkának. Ha kicseréli a hímes tojásokat és a süteményt is visszaküldi, akkor el van rendezve az ügy. Én még beszéltem olyan asszonyokkal, aki attól kezdve magázták egymást. Mert az egy rangot jelent.
tisztelet, az egy tiszteletet jelent. És amikor ő férhez ment, és első gyermeke megszületett, de ha többi gyerek is megszületett, akkor még fontosabb lett, mert hiszen az ott se kellett volna látni, akkor egy hétig ez a mátka hordta neki a komátállat, a rodinát, a kerülőt, meg különböző néven nevezik. Ez azt jelentette, hogy külön erre készített kosárnyát, külön erre készített, általa szőtt kendővel letakarva. Ott volt az egész családnak egy ünnepi ebéd. Leves, sült hús, esetleg bor és kalács. És azért hívták kerülőnek, mert hogyha a szomszédban lakott a mátka, az egész falut megkerült, és úgy ment el a szomszédban lakó mátkájához, hogy mindenki lássa, hogy a Judi most viszi a kerülőt. Az egy rang volt, az egy tisztesség volt. Mindenki lássa. Erre külön föl is öltözte. És attól kezdve egy hétig. Semmi gondja nem volt. Se a férjére, se a többi gyerekre, se a gyerek. Csak a gyerekkel foglalkozott. És ez az egy hét egész biztos, hogy döntő, nem csak erre a hétre, hanem több évre, esetleg az egész életre vonatkozóan. Állatkísérletek mutatják ki, hogy azt hiszem macskákkal csinálták meg, hogy a macskák ott voltak az anyjuk mellett, de szoplás után leválasztották, tehát nem tudtak rajta feküdni, hencúrozni. De megkapta az időben, ott is úgy, mint a klinikákon, szoptatási időben odaengedték. És a macskák elpusztultak. Tehát a kapcsolatnak, ez a fizikai kifejezése, a gyúrom és játszom, ennek művészi formája lesz. Ugye, a kicsi gyerek mohón szopik. Néha levegőt is nyel. Ha most utána lefektetik, esetleg fölbukja, meg is hulladhat. Mit csinálnak? Leültetik a térdükre, höccögtetik. Így, paripa, azon megyünk Brassóra. Rázogatja, nyomja, gyerek élvezi, kacag. Közben fölböfögi azt a levegőt, amit lenyelt. Ugye? Tehát egyszer egy fiziológiai szükséglet, és egyszer egy másik, nehezen megfogalmazható emberi kapcsolat, érintés. És akkor jönnek a játékok. Ciróka, maróka, hogy játszik az édesanyja a gyerekkel. Vagy ez elment vadászni, stb. Szerencsére az utóbbi évben nagyon sok ilyen kis monográfia jelent meg, hogy egy faluban hogy kezelik a gyereket, milyen játékok vannak, aztán egymás között a játékok, akkor a nagyobb gyerekek, akkor fiúk, lányok játéka, tehát a játék kultúránk, ami óriási. Játék ott van. A legközvetlenebb fiziológiai szükséget az, hogy fel kell böfögtetni azt a levegőt, mert az veszedelmes lehet a gyerek részére. Ennek művészi formát ad. Szép nyelv, dallam, ritmus. És kezdi tanulni a nyelvet. Nem csak a beszélt nyelvet, hanem a ritmus nyelvét, a dallamok nyelvét, az érintkezés, a viselkedés nyelvét. És ez mind szükséges arra, hogy az ember a kapcsolatait föltartsa. Hogy kapcsolatait teremtsen a közé többivel. És mint sok minden más, az emberi kapcsolatokban, és épp a magyarságnak a ez iremi problémáiról Ady Endrihez lehet fordulni. Vagyok, mint minden ember, fenség, északfokítok, idegenség, lidérces messzefény, lidérces messzefény. Jaj, de nem tudok így megmaradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének, szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié, lennék valakié. Ennél szebben összefoglalni, hogy miről van szó az ember kapcsolatteremtésének a hátterében, még senki nem fogalmazta meg. Mert minden ember egy csoda, pótolhatatlan egyéniség, nincs hozzá hasonló, nem is lesz és nem is volt. És ezzel a különleges adottsággal, amivel minden ember rendelkezik, amit nem lehet megosztani, ezzel kell megtalálni a helyét, ezért van helye a társadalomban. Na de ki, honnan látom én azt? Én nem röntgen szemeim nincsenek. Meg kell nyilatkoznia. Ezért minden önkínzás ének. Ki kell mondani, be kell mutatni, de hogyan? Egészen egyéni nyelven nem. Meg kell tanulni egy nyelvet, amit több generáció, több száz év, ezer év hozott létre. Szóban, mozdulatban, táncban, ritmusban, dallamban. Meg kell tanulnom, hogy meg tudjam magamat mutatni, hogy én vagyok az, mint minden ember, egy fenség. Egy különben megismerhetetlen, észak fog, titok, idegenség.
De ha meg tudom magamat mutatni, akkor leszek valaki, akkor befogadnak, akkor szeretni fognak. De nem azért, hogy másokhoz hasonló vagyok, hanem azért, mert én vagyok az, aki megismételhetlen, és ilyen, ilyen. Tehát hivatásom, szerepel valami, senki másnak nincsen ezen a földön. Minden embernek olyan hivatása és küldetése van, amit senki más nem tud betölteni. Nem hiába jövünk. És ahogy ez érvényes az egyénre, ugye ez érvényes az ember közösségre is, egy népre, nemzetre is. Meg kell mutatnia magát, hogy lássák az értékeit. És hogy kapcsolatot tudjon teremteni. Mert azáltal, hogy megmutatom magamat olyan nyelven, amit megért a többi, azáltal fogadhatnak csak engem be. Akkor látják, hogy ki vagyok. Egy fenség. Ez szükséglet. Ha nem tudom magamat elfogadtatni, ha nem tudok beleilleszkedni egy közösségbe, akkor elmagányosodok, beteg leszek és meghalok. Ezt írja le a néprajz. Csodálatos játék kincsünk van. Kodály írja róla, hogy ezeken a játékokon keresztül tanulom meg a tudatalatti magyarságot. Mert ez tudatalatti, ennek nem tulajdonítunk lehet jelentőséget, de azáltal, hogy a gyerek játékban hangokat hallok, dallamokat hallok, szép nyelvet hallok, mozdulatokat utánzok, bevezetődök egy jelrendszerbe, amit magyarnak lehet nevezni. És hozzáteszi, megparancsolni a magyarságot nem lehet. Légy magyar! Megkedveltetni, megszerettetni, gyakoroltatni, azt lehet. De itt nem csak a magyarságot tanulom meg, és itt tanulom meg az együttműködés, a közösség lényegét. Mert mi a játék? A játéknak szabályai vannak. A szabályok korlátozzák az én, hogy így mondjam, szabad akaratomat, szabad cselekvésemet. De én önként alávetem magam a szabályoknak, mert ha nem tudom alávetni magamat a szabályoknak, nem tudok játszani. Már pedig a játék öröméért, hogy így mondjam, lehetett a gyerek. Tapasztalatból tudom. Mikor a Pécsi Múzeumban dolgoztam néprajzi osztályon, ott egy nagy termünk, egy körülbelül ekkora terem, és ott játszóházat rendeztünk. Óvodásoknak és alsó tagozatos általános iskolásoknak. És hát 30-ot vettünk föl, vagy 25-öt, mert hát a terem ekkora volt. De élő muzsika is volt, volt egy zenésztársam, zenét is tudott játszani. És nem fértünk el, mert jött a papa, a mama, a szomszéd, a nagypapa, és mindenki. Nem férünk, hát menjenek ki, hát nem tudnak játszani a gyerekek. Hadd nézzük, és még soha nem láttuk így. És tényleg, ahogy egy 3 éves gyerek, akit bevesznek az 5 évesek, 10 évesek a körbe, fogja a kezét, és énekli, és megy körbe, átveszi, begyakorolja, lemond a saját rigójáiról is, alkalmazkodik a szabályokhoz, és élvezi a játékot. Tényleg ragyogott az arcuk, lehet a 3-4 éves, hát egész odáig voltak. Ez az öröm. És ez a társadalmi beilleszkedés, a társadalmi közösségalkotás lényege. Nem lehet megparancsolni, légy közösségi, légy önfeláldozó, légy alázatos, stb. Itt az örömért önként lemond a maga szabad akaratáról, és fölveszi azt a szabályot, amivel a játékot meg lehet játszani. Különben nem lesz játék, és akkor nem tudja élvezni. És ami a nagyon fontos és hangsúlyos, ezekben a játékban nincs versengés. Az nem népi játék, ami versengés van. Ezek, ez a 44-ben kikerültem egy pusztára cselédgyerekek közé, és hát játszottunk, bevettek a métázásba. Életemben nem métáztam még. Métában 2 csapat van, ütni kell a labdát, ha azt elkapják és megdobják az ütőket, akkor azon helycsere van. Nincs győztes és legyőzött, legfeljebb helycsere van. És hogyha én rosszul tudtam ütni, nem tudtam kifutni, akkor helyettem. Majd osztályválogatottban rosszul ütik a labdát, vagy rúgják, akkor lecseréljük, majd van, aki jobban tudja. És hát első, második erő van. Népi játékban még ebben az erőt és együttműködést és ügyességet kíván, a játékban sincs győztes és legyőző. Mint a fogocskában. Egyszer én vagyok, másról másik. Nincs bajnok, első osztály, stb. Ma minden versenyről szól. A játékot elneveztük versenynek. Vagy fordítva, a versenynek kiáltottuk ki a játékot. Olimpiai játékok, egyebek.
Nem, a hagyományban nincs versengés. Nincs győztes és legyőzött. Mert ahol egy győztes van, ott sok-sok vesztes van. Mi a második helyezett is vesztesnek érzi magát, mert nem az első. És ez a gazdaság életben is így van. Hát szabad verseny. Mindenben verseny, mint tanulmányverseny, énekverseny, táncverseny, és minden szar. Bocsánat van. És a verseny is tönkre teszi a közösséget. És ebben a népjátékban megtanulom, hogy önként lemondok a magam extra gondolatairól, alkalmazkodom, és ezzel érem el azt a gyönyörűséget, amit a játékban másképp megszerezni nem tudok. Minden társadalomnak ez a lényege. Erőszakkal nem lehet közösséget létrehozni. Közösséget csak vonzóvá lehet tenni. Be kell, hogy fogadjanak, mert a befogadás, a közösség élménye sokkal nagyobb, mint a győzelem élménye. Ezt a gyerekekkel lehetett látni. Ez ugyanolyan, mint a mese. De a mesét összetévesztjük. Na, a vicce. Na, ezt már hallottam. Mondjásik. Mesélés, mert a gyerek mondják, azt mondd el, már tudják kívülről egytől egyig. Végig. De azt a mesét mondd el. Mert a mesének nem az újság közlése, hanem az az első hittanóra, az első biztatás arra, a légy jó és bátor, és akkor győzöl, letűzöd a boszorkányt, a kutyafejű királyt, és a 24 fejű sárkányt is. Ez a biztatásra van szüksége a kicsi gyereknek, aki cilinderrel futkos a szőnyeg alatt. És ez a néphagyományban ott van, benne van. Abban nincs verseny is. A játékban sem. És ez a mese. Az, ami Tom és Jerry bagatelizálja az erőszakot a képernyőn, az anti-mese, az anti, az ellene van annak, amit mi a mesében és a nevelésben el akarunk érni. Csak mutatom, hogy hogyan igazolja lassan a néphagyományt a tudomány, a modern tudomány. Annak fejletlenségének egy bizonyos foka az, mikor azt mondja, hogy a néphagyomány az rossz. És egyre több területen kell beismernie, hogy a néphagyománynak van igaza. A közgazdászok még nem tartják. De ha nem, akkor el fogunk pusztulni. És most itt vagyunk a ártéri gazdálkodásnál. Mert ez a talán legjobb példája annak, hogy az egyéni életük ez a lásd játék, vagy mátkázás, vagy a tánc nyelve, a éneknyelv elsajátítás, a közösséghez való nyitás. Míg erről a kapcsolatról hadd beszéljek, hogy három kapcsolat, ami fontos. Ember és ember között, ember és természet között. A modern ökológiai irodalom ezt úgy nevezi, hogy biofília. Ez a biodiverzitásnak, az élet sokszínűségének az egyik nagyon fontos, hogy így van, területe. Egy Gaudi és egy Dasgupta nevezőként, az említett Kindler Józsefnek ugye a Kovász című folyóiratában lehetett ilyen irodalomhoz hozzáférni, és most is csak ott lehet hozzáférni, mert ez szembe megy a Friedman által dicsért, és az ő elvei alapján működő világgazdasággal szembe megy. Az IMF-től kezdve minden tulajdonképpen a Friedmani elv alapján áll. Nem csoda, hogy ez ellen egyre többen szólalnak fel. De Magyarországon volt egy folyóirat, amely bátran vállalt ezt az ellenkezést. És hogy a legkisebb mértékben se hasonlítjon a Friedman-féle elfhez, minden számhoz, amit kiküldenek, ott van egy csekk, ami rajta van, hogy ennyibe került a nyomtatás, a küldés és egyebek. Egy pillért nem akarnak rajta keresni. Márpedig a Friedman elv az, hogy egy valaki részvénytársaság vagy vállalkozóságban van, az az elkölcstelen, ha nem a legmagasabb haszonra törekszik. Így, ezt Friedman maga mondta, amikor meg interjúvolták őt. Beszéltesek? Kovász. Hogy jutottam én el a ártéri gazdálkodás kutatására? Tehát ember és ember között, ember és természet között, ember és Isten között. Mert ez csak foglalata a másik kettőnek. Mert az utolsó ítéletnél ott van a Máté evangéliumában, hogy álljatok ide, atyám választottai, mert mikor éheztem, ennem adtatok, mikor ruhátlan voltam, fölruháztatok, amikor rabságban voltam, egy beteg voltam, meglátogattatok. Ja, de jaj Istenem, mikor voltál te éhes, mikor voltál te ruhátlan, mikor voltál te fogod? Amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek.
ez a harmadik kapcsolat kitágítja az ember és ember közti kapcsolatot a szoros, rokoni, együtt élő emberekről az egész emberiségre. Nincs nekünk más feladatunk, csak tanúságot tenni erről, hogy ezt az elvet tartjuk, és nem a Friedman-féle elvet. Az ember és természet közti kapcsolat, ez a bizonyos biofilia, amiről ez a Dasgupta és Gaudiada a Kovászban olvastam ezt a tanulmányt is. Éppen olyan szükséglet, mint ugye beszéltünk a Maslow-féle szükséglet piramisról, mint a többi szociális emberi kapcsolatoknak a szükségletei, mert az ember és a természet között nincs meg a kapcsolat, az az emberi társadalom az kipusztul, az elpusztul. Most ennek a részleteit nem magyarázom, csak a Nádasdy Akadémián hallgattam egyszer egy előadást a urbanizációról. És röviden ez volt a végső kicsengése. Európa lakosságának 1800-as évek elején még csak 30%-a volt városlakó. Európa lakossága meredeken szaporodott. Ma Európa lakosságának több mint 60%-a városban lakik, Európa lakossága fogy, és hogyha nem jönne utánpótlás Afrikából, Dél-Amerikából, most már Japánból, vagy Kínából főleg, akkor még gyorsabban pusztulnák ki, mint ahogy most. Hát csak Németországban azt hiszem 3 millió török él, vagy még több. Egyszerűen egy számunk. A városban megszakad a kapcsolat a természettel. Igyekszünk parkokat csinálni, meg a szabadidőinkben megyünk az erdőbe, megyünk a Balatonpartra, vagy a Adria partjára. Ha valamit meg akarjuk magunkat mutatni, hogy milyen szépek vagyunk, akkor a csokorra bízzuk azt, és visszük a csokrot. És ide teszünk ablakba is, hogy itt valami zöld legyen még magadában. Tehát az igényt leérezzük még most is bennünk. De ez nem érinti a legfontosabbat. Ugye a természet terén együttműködött. Ne csak rám ide becsalogatok egy zöldséget, és azt néha megbillan, és figyelmeztet arra, hogy megint nem öntöztem meg. A természetek a kapcsolatnak a legfontosabb része, mennyire van jogom használni ezt a természetet. Akkor először jártam nyugaton, autóval mentem, gyönyörű, micsoda gyönyörű tájak, ezt meg kell nézni, hát ilyen fenyves erdők, és hát kiszállok, hát kerítés, hát van egy rés, bebújok. Rögtön ott egy ember, magánterület. Kirúg. Most már a magyar erdőkben sem, már nem szedhetek hóvirágot. Mit használhatok? És erről van szó az ártéri gazdálkodásnál is. Majd eljutunk idáig. Lényeg az, hogy én akkor Szekszárdra kerültem, a Sárköz szomszédságába, és a Sárköz az egyik legjobban kutatott magyar néprajzi csoport. Csodálatos, szövő, himző kultúrája van, szinte egyedülálló. Persze, ha keressük a gyökereit, ezek is messze mennek, mert mi egy nagyon húzatos helyen lakunk, de itt találkozik kelet, nyugat, észak, dél. Ez mind alát festi azt, hogy az összetartozás tudatának milyen nagyfokú kiegyenlítő szerepe kell legyen. És ennek ellenére, hogy ilyen húzatos helyen vagyunk, ennyire ki vagyunk téve, itt találkozik kelet és nyugat. Itt találkozik az ortodoxia a nyugati kereszténységgel. A szlávság a mediterránum latinos műveltségével, a germánság, a keleti népekkel. Mind itt. És ennek ellenére a legtoleránsabb hely ez. Most nem régen volt ugye a Magyarok házában a Bakai Kornélnek az előadása, a diszkrimináció, vagy kirekesztés a magyar történelemben, és bebizonyítja azt, hogy a Kárpát-medence az egyetlen keresztény ország Európában, ahol a mohamedánoknak, zsidóknak szabad vallás gyakorlata volt, ahol sohasem volt cigány és zsidó program. És itt vannak örményektől kezdve keleti vesenyő úsztöredékek, román nyelviek, északi szlávok, nyugati szlávok, és így tovább. És nem véletlen, hogy ebben az országban, ha csak része is volt akkor, 1557-ben hirdetik ki a világon először a vallásszabadságot. És most tele van a nyugati sajtó, hogy a fasizmus újra Magyarországon tombol.
Hát ő csak emlékeztessem, akik itt hivatkoznak és írnak, és könyveket és egyebeket, hogy ha csak a legközelebb múltat veszük. Szlovákiában, Romániában előbb volt zsidó üldözés, mint Magyarországon. És sokkal drasztikusabb volt. De erről senki nem beszél, csak arról, hogy Magyarországon. Hát megint messze vezetne. De oda kerülve Sárközbe, rácsodálkozva a művészetre, ott volt a gyönyörű gyűjtemény a Szekszárdi Múzeumban, és amikor a történelemkönyvekben azt olvasom, hogy a vízrendezések a 19. század elején, második magyar honfoglalás, hiszen az összes szántó területek mint egy harmadával nőtt meg a magyarországi szántó terület. Hát ez egy második honfoglalás. Ekkora termőföldet szereztünk. Ez egy második honfoglalás. Mondják. És akkor vége van ennek a művészetnek. Akkor már csak a gazdagság fitoktatása, a lyoni, francia, sejem és a prágai színes szallag, és így tovább, ezek emelik a sárközi pompát, de a sárköziek úgy emlegetik, még most is sokszor az emlékezetben, amikor még a régi világban. Mi volt ez a vízrendezés? Hát kérem szépen, ahogy megszűnik, úgy jönnek elő a értékei. Amikor a török után egész Európában óriási demográfiai boom, egy nagy felvirágzás van, óriási mértékű lesz a gabona szükséglet. Magyarország ennek a kielégítésére törekszik. A földes úr pedig kicsit elégedetlen azzal, hogy a jobbágyoktól csak a tizedet kapja. Ugye ez a jobbágy földes úr közötti szerződés alapja, hogy egy tizedét a termésnek ő kapja, egy tizedét az egyház, azon kívül robotot, ajándékot, stb., de ezek már nem van számottevő. Hát ebből nem lehet meggazdagodni. Egyébként sincs út, amivel el lehet minden. Vízi út kell, mert azon lehet kiontatni. A 18. század elején még nincs úthálózat Magyarországon. Főleg gabonafélék szállítására szekérút nincs. Egyéb út van, marrahajtó út van, mert a középkor óta hajtjuk a marhákat egész az Atlanti óceánig. De azon nem lehet kocsizni. Tehát a magasabb politikának, hadvezetésnek, gazdasági tervezésnek víziút kell, és már 1700 éves közepére kidolgozzák Magyarország vízhálózatának a hasznosítását. Egy Kriget Sámuel megtervezi, úgyhogy egy Kolozsvárot, a Kisszamoson megrakott hajó, az a Maroson keresztül a Tiszán, a Tiszán-Dunáról összekötő csatornán, föl a Sion, át a Balatonon, föl a Zalán, át a Murába, az a Gráci piacon köthet ki. Zseniális. Hál' Istennek nem valósult meg, mert akkor a Balaton egy hajózó csatorna maradt csak óra. De több megvalósult belőle, például a Dunatisza csatornán. Ugye a Marostól le kelljen lemenni egész szinte Belgrádig, és oda megint föl. Ugye nagy 300 kilométert rövidítettek azzal, hogy összekötötték ezt. Ezzel lehet szállítani. Na de hát ezt meg is kell csinálni. Ez iszonyatos munka, akkor nincsenek még dömperek és földgyaluk. Ez csak jobbágyi munkával lehet. Érdekelté kell tenni a földes urakat. Mert hiszen a földes urak kezébe van a megyei közigazgatás, közgyűlés, az rendelkezik a jobbágyok robotja fölött is, és ezzel kell majd megcsinálni. De a földes út úgy lehet érdekelté tenni, hogy ő is bekapcsolódhat ebbe a gabona exportba. Az a tized nem elég, neki olyan föld kell, aminek a teljes termése az övé, úgynevezett alodiális föld kell, majorsági föld. De ez a mai kutatások szerint ifjú Barta Jánosnak van a Magyar Agrár Történetben egy nagyon szép cikke a 18. század magyar agrár fejlődéséről. 1750-es évekig az összes szántóknak Magyarországon, még az olyan fejlett birtokoknál, mint a esztergomi Káptalan, vagy a Harukkerek, vagy a Stírum Limburg, és stb. Nagy gazdák, nagy birtokosok, az összes földnek csak 5%-a van majorsági kezelésben. Majorsági kezelés azt jelenti, hogy nincs jobbágytelekre fölosztva,
hanem a földes úr robotba munkáltatja meg a jobbágyokkal, illetve cselédekkel, akiknek nincs jobbágyföldük, és ami minimális lakhatásért és konvencióért, fejadagért megélnek ottan. Ez a magyar társadalom legszegényebb, nincs telen rétege, ugye? De ez még akkor nem igen van. Hogyan lehetne majorsági földet szerezni? A jobbágy földet nem veheti el. Ezt a magyar törvény szigorúan védte. Erdélyben nem védte, ott el lehetett kergetni a jobbágyot. Csak akkor rátette a kezét, és lett belőle majorsági föld. Magyarországon ezt nem tehette. De a törvény nem védte a közös erdőt, a közös legelőt, a közös ártéri területeket, amit nem lehet megszántani, mert elönti a víz. Elönti a víz legkésőbb májusra. És éppen akkor, amikor a vegetációs idő a gabonának kell, ugye? De ha azt a területet, ami most közösben van, azt meg tudom szerezni a jobbágyoktól, mert az nem, nincs tőle ott a jobbágytelektől, és azt megmentem a víztől, akkor az nekem jó lesz szántóföldnek. Így válik a földes úr érdekelté a vízrendezésekben, hogy ezzel ő alodiális földet tud szerezni. És erre hozzák azt a törvényt, amit azt 1871-ben megismételnek, amikor felosztják a havasokat, hogy minden gazda, beleértve a jobbágygazdát is egy falu közösségbe, a megművelt föld arányában részesülhet a közös földművelésre alkalmatlan, de közös használatban lévő erdőktől, ártöbletekből. Még pedig egy kulcsot állapítanak, ami megyénként változik, hogy egy jobbágy telek után, 1700-as évek végén már kevés olyan jobbágy van, hogy egész telke van, legtöbb féltelkes, negyedtelkes, nyolcadtelkes. De egy jobbágy teleknyi szántóföld után jár mondjuk két hold erdő és két hold, ez mondom változik megyénként, két hold árterületi legelő. Tehát van egy falu, abban összesen 20 gazda van, mindegyik féltelkes, tehát 10 jobbágytelek van, akkor 10-szer 2 hold erdő, 10-szer 2 hold ártér. Tehát 20 hold ebből, 20 hold abból. Ami a fölött van, az a földes úr kizárólagos saját magántulajdonává válik. És ez kiket érint elsősorban? Ott az, hogy kevés földet műveltek, mert ott értek az ártérben. Kevés földet műveltek, de abból értek, hogy közösen használták azt az árterületet. Mire? Legeltették, halázták, gyümölcsöt termeltek. Azokon a magaslatokon, ahol az ártér idején az állatok össze voltak gyűjtve, vagy télen, mikor ott legeltek, ott éjszakáztak, azokon kertészkedtek, méhészkedtek. És egyébként az egész ártér területén sok más haszonvétel volt. A fumonyászástól kezdve, ilyen érdekes szó, fú az a vadréce, a móny az a tojás. Vadréce tojás szedése, ami mázsákat is jelenthetett. Az átvonuló madarak itt költöttek. És a tojás egyik legértékesebb táplálék, ugye? Tehát hoznak egy olyan törvényt 1767-ben, hogy ja, előzőleg már a földes urak önkényesen elveszik az erdőket, titkot, ez mindenhol jobbágy lázadásokig vezet. A festeticseket, akiket azért emlegettünk, mert az első gazdasági főiskolát a gazdatisztjai részére, ott csinálta meg Keszthelyen. De a csurgó uradalomban, amikor elvette az erdőket, a parasztok fölvázadtak. Hát abból élünk. Ott telelnek a jószágaink. Ott vannak a gyümölcsfáink. Ott vannak a kaszálóink. A vezetőket 1747-ben csurgó főterén lefejezik, mert palos joga van. De úgy lázadnak fel a siklós jobbágyok, a Batthyány uradalom és a többiek. Tehát érezhető, hogy az erdők elvétele milyen érzékenyen érinti. 1900-as évek elején jelennek meg a malonyai kötetek, ez a magyar népművészetnek egy gyűjteményes kötete. Tessék elolvasni a Palóc kötetet, amikor a Palócok népművészetet ír. Hát sok ilyen riport is van benne, nagyon jó ilyen szempontból ez a könyv, nem annyira szakkönyv, mint, és éppen ezért ezek a riportok messze túlmutatnak a néprajzon is. Mikor még az erdő a miénk volt? Akkor jön a szegénység, mikor az erdőt elvárják tőle. Ha tehát megkapja ezt az erdőt a 1767-es törvény alapján, akkor törvényesen az az övé. Ha kivágja és az alkalmas
szántóföldre, az ő szántóföldje lesz. Ha az árterületet megmenti az árvíztől, közös terület volt, nincs szántóföld, de ha megmenti, majd ő földtöri, mert most már az övé. Tehát nem véletlen, például az Eszterházy, a legnagyobb magyar földbirtokos volt Magyarországon, a Hanyságban, Somogy, illetve Moson, Sopron és Győr határán, ugye a Fertőtóból keleti irányban a Rábágy vezető nagy csatorna, az a Hanság csatorna, azzal lecsapolták ezt a hatalmas nagy árteret, ami 30 falunak volt a téli legelője és szénatermő helye és halászó helye, és mit tudom én mi, az megszerezte, és ott egy tagban van majdnem 100 000 holdja az Eszterházy uradalomnak. Ezt csak 1945-ben osztották föl. Az ország más részén is. Egyszerre megnő a nagy birtok. És 1750-ben mondtam, hogy 5%. 1790-ben, tehát 40 évvel később, hivatalos összeírások szerint. Az összes szántóföldnek van olyan megye, ahol 35-40%-a már kizárólagos földesúri kezelésben van, de az átlag az kb. 20-25. 30-al Európa legnagybirtokosabb országává válunk. Ugye? És míg nyugaton egyre több helyen próbálják ezt enyhíteni, Magyarországon 1945-ig nincs érdemleges földosztás. 1848-49-ben alkalom lett volna arra, de akiket a 1767-ben kizártak a birtoklásból, az a 3 millió, akiért Táncsics harcol, az nem kap semmit sem. Azok lesznek a cselédek, meg a kubikusok, meg a nincstelenek. Az a 3 millió koldus, aki kiesik az ország érdekköréből. Aki szocialista lesz, aki kommunista lesz, aki nyilas lesz, vagy kivándorló. Tehát ilyen, a 19. századra már ilyen nagy mértékben polarizálódik a magyar társadalom. De hogy akkor mi volt, ezt így még nem. Ez a szakkönyvek, részkönyvekben benne van, a magyar agrártörténetben benne van, tankönyvekben nincs benne. Benne van a tankönyvekben, hogy akkor törik meg a magyar társadalom? Fejlődésként tanultak. Igen. Most visszatérve erre 1767-es udvéri rendezésre, ebből a tankönyvben az van, hogy a jobbágy védő Mária Terézia. Mert valóban ellenszolgáltatásképpen szigorúan szabályozza a jobbágy szolgáltatásokat, tehát a robot mennyiségét, és így tovább. De arról, hogy ezzel elvette ugyanakkor a jobbágyok közösen használt területét, arról egy szó sincs. Tessék megnézni a könyveket. Pedig ez a legnagyobb tragédiája a modern magyar államnak és társadalomnak, sokkal nagyobb, mint Mohács és Muhy együttvéve. Mert attól azóta nincs egység. Ugye az előzmények az ott van már Dózsánál és a Verbőci könyvben. A magyar nemzet az a nemes, a többi az volt idegen rabszolga, aki felszabadította. Törvénybe iktatják a magyarság megosztottságát. És egyes jogászok még ma is Verbőci, Sániális, Lángelme. A ártérben, csak egy példát hadd mondjak, ma Európa egyik legnagyobb és áhított vadász terület a Gemenci erdő, hallottakul. Ott lövik Európa legnagyobb aggancsait is. Régen Ceausescu és Brezhnev, most tudom, hogy IMF elnöke meg, nem tudom ki. 1860-ban, tehát már megtörtént az elkülönözés, az 1767-es és utána a lassan ugye elvesztik a árterületi részeket, a sárközi falvak. Van egy kérdőív megy szét, Pesti Frigyes minden faluba elküld egy kérdőívet, amiben le kell írni a dűlőneveket, a falu történetéről mit tudnak. De ilyen kérdések vannak, hogy milyen vadállatok tartózkodnak a falu területén. És ezek a sárközi községek, akikhez hát az Gemenc is tartozott, írják, hogy hát télvíz idején néha a drávai erdőkből följönnek a farkasok. Nyáron pedig a mezőföldi uraságok, ez a sárközön kívül lévő Tolna-Baranyai dombvidék, betévednek az őzek. Egy szó sincs szarvasról. Én beszéltem olyan pásztorokkal, akik a Gemenci erdőben
hát pásztoroltak, és még a Gemenci erdő megvannak az egykori szállások nyomai, ami most az erdőgazdasági természetvédelmi terület. De a múlt esztendőben kivágták a több száz éves tölgyfákat, mert teljesíteni kellett a vágási tervet. Tehát a magyar nemzetnek a természetvédelmi területén kipusztították a legértékesebb fákat. Most, 2 éve. A szarvas nem tévedhetett, mert tele volt marhákkal, meg disznókkal és lovakkal. Nem volt helye a szarvasnak. Ugye? Most az árvíz alkalmával, nem mostanában, még a korábbi képet, 3 évvel ezelőtti árvíz alkalmával, 1000 évvel pusztultak el a szarvasok, mert nem tudtak kijönni a kerítés miatt. A természetvédelmi területről, ugye? Ahol most kivágták a 200-300 éves tölgyfákat. Egy előre menő, optimista társadalom, akár hogyan csűrjük, csavarjuk, abban nyilatkozik meg, hogy a legnagyobb örömben a gyermekben tud-e örömét lelni és szaporodik. Ugye? Az a társadalom, amely fél a gyermektől, az fél a jövőtől, az már visszafele megy, az ki is pusztul, az el fog tűnni. Mert a gyermek is szükséglet. A gyermektelen társadalom minden különösebb intézkedés nélkül kihírtják magukat. És a magyar társadalom nagy része már így itt tart. Kis Géza, Kákicsi lelkész, ormánsági Kákicsi lelkész, aki 1937-ben tanulmányt írt az ormánságról, ezért bíróság elé akarták állítani, Bajcsi Zsilinszkivel együtt és Kodolányival. Kimutatja, hogy a ormánság és a Drávaszög, tehát a Dunántúlnak ez a délkeleti sarka. Egykor a magyar kultúra központja. Hát itt működik Szkárosi, Sztárai Mihály, Decsi Kis János, de Decsi Csombor. És sorolhatnám, Szegedi Kis István. Itt születik a magyar verses irodalom, a bibliafordítások. Egyik legrégibb nyelvemlékünk, ugyancsak ugye ottani kódexben, egy drávaszögi kódexben maradni. És ezek nagyon kevés szántóföldel rendelkeztek, ezek az ártérből éltek. Állattartás, hal, gyümölcs, kertészkedés, méhészkedés. Hihetetlen gazdagságot adnak. És csak hadd jegyezem meg, hogy egy teljesen elfelejtett ember, Ereki Károly, aki ez fűződik az a híres nagytétényi disznói zavalda, amit most már eltöröltek, a 20-as években készült, akit úgy tartanak számon az amerikai és angol szakirodalomban, hogy ő találta ki a biotechnológia kifejezés, és ő a biotechnológia első alkalmazója. Annyira magyar, hogy 1953-ban a Váci börtönbe halt meg. Azért, mert 19-ben fölkérték, hogy Budapest élelmezésének legyen a népbiztosa, és ezt ő visszautasította. Ezért 45 után elfogták, és ott halt meg. Csomó, szerintem Nobel-díjat érdemelt volna, csomó szabadalma ma is fut. Ugye az egész élet a Földön az a napenergiától függ. A növény az, ami a napenergiát szerves anyaggá alakítja át, és abból épül fel az egész szerves rendszer, a moszatoktól, a mikrobáktól az emberig megesszük. És ennek van egy közbeállomása, hogy a növényt megeszi az állat, és az állati fehérjét megeszi az ember. Óriási veszteséggel, ugye? Ki is számítja, hogy a napenergia 1%-át tudja értékesíteni egy szántóföld. Ha azt öntözöm, 2%-át. Ha az egy vizes élőhely, lásd a japánok moszat kultúrájától kezdve a halastóig, akkor a belső, ugyanakkor a területen a belső napenergiának a 70%-át értékesíti az ember. És ezeket az 28-ban vagy 29-ben írt egy cikket Malthus és Ricciardo elmélete ellen, és azt mondja, ha szállítási problémákat nem tekintjük, mert ugye arról beszélnek, Friedmanék is arról beszélnek, hogy túl sokan vagyunk, fékezzük magunkat, nem lesz jövedelmező, elfogy a élelmiszer, és közben a fél világ éhezik. Ereki kimutatja,
hogy egy akkora halastó, mint Somogy megye, az akkori egész emberiségnek az összes fehérje szükségletét fedezni tudja. Persze hát ugye a szállítás nem számolta. Csak rámutat arra, hogy ha még okosan használjuk azt az energiát, amit a Jósisten a napon ült keresztül, akkor nem kell gondoskodni, azon gondolkodni, hogy kipusztulunk, mert túl sokan vagyunk. És ma is mi a legfontosabb táplálék? Nemrégen ültem a doktornál, és voltak ilyen füzetek, és egy európai kongresszusnak az anyaga volt ott népszerű formába öntve, ami a... Jó, meg kell állnunk, mert lejárt, és akkor itt folytatom. Mi a keresztnevez Erekinek? Ereki Károly. Sümegen született, és hát ilyen ezzel a problémával foglalkozott, számos olyan találmánya van, amikor közvetlenül a növényből állítja elő azt a fehérjét, amit nekünk az állattuk csak az. Elfeledett. Ereki, itt az idő, gyereki. És ez természetes úton, tehát semmilyen... Nem vegyi úton. Nem. Préselés, stb. Stb. Közvetlenül növényből. És ugyanaz a fehérje? Hát nem tudom, de olyan, hogy gyermek tápszereket csinálnak belőle, angolul. Magyarország természetes éghajlata, különösen a középső résznek, tehát az Alföldön, tulajdonképpen, most nagyon durván fejezem ki, nem éppen alkalmas mezőgazdasági termelés. Mert pont a vegetációs időben kevés a csapad. De évezredek óta, amíg az ember bele nem lépett ebbe, az a vízmennyiség, ami bent a medence közepén az esőből hiányzik, azt meghozták a Kárpátokban és az Alpokban eredő folyók Tiszán és a Dunán keresztül. Tehát rendszeres volt egy tavaszi áradás, ami a Kárpát-medencének nagy részét hát megöntözte. Ez nem csak vizet jelentett, hanem rengeteg szerves anyagot is, amit letett itt. Tehát ugyanúgy, mint Egyiptomban a Nílus nem csak öntözött, hanem termékenyítő hordalékot is hozott. A Kárpát-medencében leszakadó folyók, főleg a Tisza és a Duna vízrendszerében tartozik, alig van azon kívül, ugye az Olt, meg hát a Dunajece, azon kifolynak, egyébként teljesen be a központ felé behozza ezt az anyagot, és ez tulajdonképpen pótolta azt, amit az égből hiányzik. Az első vízrendezési munkálatok egy víziút szer kihasználására és a termőföld növelésére az 1700-as évek közepén már megindulnak. A szávát már 1730-as években szabályozzák ilyen értelme. De több más helyen is, végül 1770-es években megkezdik azokat a töltéseket építeni, melyek két fő hivatásuk lett volna. Ugye ezek a folyók mind lefele folynak a Fekete-tenger felé, a gabonát meg éppen ellenkező irányba kellett volna nyugat felé vinni. Tehát a vízút csak úgy hasznosulhat, hogyha azt állati energiával használva ezeket a ruszályokat fölvontatják, hiszen még gőzhajó nincsen. Tehát ki kell alakítani a parton azt a töltést, amin az lovak elférnek és húzzák a gabonával megrakott deregjéket, hajókat. Ez a töltés egyben arra is szolgálhatna, hiszen a töltésnek az a természete, hogy az minél kevesebb akadály és hidat kelljen építeni, hogy betöltik azokat az ereket, fokokat, amelyek kivezetnek az ártérre, mert hát úgy nem lehet pontatni, hogy 500 méterenként le kell állni és átúsztatni egy kiágazásnál a lovakat. Tehát ki kell egyenesíteni a folyót, le kell vágni a kanyarait. Az egyik part egyik oldalára legalább egy olyan töltést, hogy folyamatosan azon a lovak húzni tudjanak. Ezek az első tervek. Semmiféle igazi vízrendezési, mérnöki munka itt nincs. És ezért, amikor 1774-ben Tolna Baranya megye elrendeli a megyei közigazgatáson keresztül robottal való töltésépítést,
ezeket a töltéseket megépíti közvetlenül az úgynevezett övzátonyon, az a aránylag magasabb pad, ami a kőfolyást kíséri, ott rakja le először a hordalékát. Ezen keresztül vannak azok a rések, természetes vagy mesterséges rések, amin az ártér már távolabbi részeibe kiáradhat a magasabb vízszintnél a Dunának, a Tiszának a vize. Ezeket betöltik. Van egy csodálatos levél 1774-ben. Decsi, Nyéki, Pilisi szegények írják a megyéhez, hogy ne tegyék, mert ha megépítik ezt a töltést, akkor ők tudják, akik itt laknak nemzedékek óta, hogy a Duna áradását töltéssel megakadályozni nem lehet. De azt meg fogjuk akadályozni már a töltéssel, ha megépítjük, hogy a kiáradt víz, amit mi biztos, hogy el fogja önteni ezt a töltést a gyengébb pontjain, ez nem tud majd visszamenni. És akkor a kinmaradt víz végső pusztulásunkat fogja okozni, elmocsarasítja, el tönkreteszi a mi legelőinket, erdőinket, és tovább. Így megfogalmazták. Gyönyörű ez a levél. 1774. És pontosan ez történt. 1775-ben, egy évvel később elmossa, nem is mindenhol, de lényeges pontokon, tehát kijön a víz, nem tud visszamenni, már a következő panaszlevelek arról szólnak, hogy ahol megmaradt még a töltés, engedjék, hogy áttörjék, mert nem tud a víz visszamenni, és posvánnyá váltak legelőink és erdőink. Nem engedik meg. Végül az egész kutba esik, és csak már tönkre megy, és csak 1800-as elején, amikor Vásárhelyi Pállal már egy nemzetközileg kiképzett vízügyekhez értő gárda tervezi meg, először fölméri, ez a Duna mappáció, a világon a legelső és legrészletesebb, a teljes vízgyűjtő területre kiterjedő térképezéshez. A országos levéltárban ott vannak a levelek, kéziratos térkép. Ennyi mérnök nem is volt Magyarországon, úgyhogy benne lengyel, német, francia mérnökök sorra dolgozik, és minden térképlaphoz egy leírás is tartozik, ami leírja, hogy például A-val jelzett rész, most mocsárda, a régiek emlékezete szerint itt gyümölcsfák voltak, és itt labdáztak. Tehát megindul ez a Vásárhelyi által vezetett vízrendezés, ami egy elrontott tájon próbálja keresztül vinni, persze az új gondolatoknak megfelelően mindig nagyobb szántóföldeket terülni. De maga Vásárhelyi mondja az akadémiai székfoglaló beszédében, hogy ne gondolják azt, hogy mi a természet ellen vagyunk, mi csak próbáljuk helyrehozni, amit mi elrontottunk. Tehát ez az első vízrendezések tették igazán mocsarassá a tájat. Ezek is az úgynevezett malomgátak, amikkel szintén duzzasztva a vizet, sok szántóföldet, főleg legelőt tettek tönkre. És akkor megindul ez a rendezés, ami elhúzódik a 19. század második felére, mire végre elkészül, ugye? És akkor egy ideig bevált. De most már látjuk, hogy nem válik be. Majdnem 500 000 hektár föld van víz alatt. Nem egy harmada az alföldnek, majdnem fele. Megindul ez a átgondoltabb már mérnöki tervezéssel. Lerövidítették a Tiszát, az elsősorban már majdnem felére rövidítették le a futását. Azzal, hogy lerövidítették, elmélyítették, mert meg sokkal nagyobb lett az esése. Duplája lett az esése. A dupla esésű folyónak sokkal nagyobb az energiája, tehát a kis víznél is elmélyül, olyan mélyen folyik, ahogy milyen soha nem folyt. Leszívja a talajvizet. És amikor jön az áradás, hozza a hordalékot, és az a hullámtér, amit most már mérnökök számoltak ki, az már kicsinek bizonyult. Ha minden esztendőben majdnem egy centit néha növekedik a üledék magassága a hullámtérbe. Tehát, ha nem történik semmi, pedig történik minden, állandóan emelni kellene a gátakat, mert a kapacitása minden esztendőben csökken. Hát az égig emeljük a gátakat? Ma már a kotrás az még rosszabb. Első kipusztítjuk egy óriási zöld tömeget, az ártéri erdőket. Vannak ilyen gondolatok? Beadták már. A vízügyesek azok ilyeneket szeretnek. Most ez a két polémia, hogy most
Sőt, vízi elemű is vagy se. Lényeg az, hogy tehát föl kéne emelni tovább és tovább és tovább és tovább, és akkor meg, mikor, ha megvédik a gátak a kiöntéstől, akkor is ezek a magassága most a környező falvaknak a templomtornya magasságában van a vízszint. Tehát ami belvíz és oldalt esőben vagy egyébben lehúl, az csak mesterségesen milliárdokba kerülő energiával tudjuk beemelni a sokkal magasabb szinten folyóból folyóba. Tehát ha nem történik áradással kár, akkor is a belvizek beemelése egy óriási kiadást jelent az ország számára. Hát milliárdokról van szó. Nem tudom, tavaly vagy mikor éven itt hozták, hogy mennyi vagy 40 vagy hány milliárdot költöttek. Nem árvízkárokra, az árvízkárok megelőzésére. Ha most ezt ráterhelnénk arra a földre, amit ezáltal megmentettünk az áradástól, akkor az a föld az nemhogy hasznot hoz, hanem iszonyatos kiadást jelent. Még akkor is, hogyha megmentettük az ártértől, mert azon a földön termelt gabona mennyisége, az meccse közelíti azt az energiát, amivel én azt a belvizekkel megvédtem, és így tovább. De ezt így nem írják le. Máig nem írják le. És hogy ez nem mostani kutatásoknak az eredménye, egy Heinrich Ditz nevezettű Bajor mezőgazdász a Bajor mezőgazdasági minisztő megbízásából Magyarország agrártermeléséről, mezőgazdaságáról egy könyvet írt. 1867-ben jelent meg Lipcsében. Magyarországon is kiadták kétszer is, egyszer még a 19. század végén, az a 80-as években, és most 1992-ben vagy 93-ban újra kiadta a mezőgazdasági kiadó. Egy vastag könyv. Magyarország mezőgazdaságban. Ez a címe. És ebben többek között következő. Ezek a magyarok csak azt emlegetik, hogy mennyi területet mentettek meg az eláradástól. De nem írnak arról, hogy ezzel mit rontottak el. Egy másik helyen. Magyarország az ellentétek országa. Óriási hercegi nagybirtokok és sínlődő nyomorgó parasztok. Tavasszal óriási árvíz, nyáron szárazság. És a kettők összefügg egymással. Ugye? Most már látjuk. Azt mondja, Magyarország nem alkalmas termelésre, mert a hiányzó víz éppen a vegetációs időben lehetetlen teszi a gazdaságos termelést. Régen ez a víz lejött a folyókon, most ezt a minden cseppjébe aranyat érő vizet gátak közé szorítva óriási mennyiségű termékenységet adó hordalékkal együtt bekergetjük a Fekete-tenger. Egy Olá János nevezetű szarvasi egyetemi tanár, főiskolai tanár mutatja ki, ezek 2002-ben volt a mezőgazdasági főiskolának egy jubilauma, rövid tanulmányban, hogyha a víz megmaradna, Erekitől nem is tud még akkor, azon a területen a vízes élőhelyekkel mekkora nagyobb jövedelmet lehetne hozni, mint ha azt most elég kétesen gabonatermelésre használjuk. A halastótól kezdve a nád és gyékény termelésig, a méhészkedés, az erdő, a legeltetés, és egy többi stb. Tehát mindaz, ami nem egy gabona, mert a gabonának kell ugye legalább márciustól augusztusig vagy júliusig vízhozni. Tehát számítások bizonyítják, hogy itt esztelen gazdálkodás folyik. És ez minden nap rosszabbá válik. Egyre töltődik fel azzal az anyaggal, aminek a legjobb része a Fekete-tengerbe megy, ami régen, majdnem azt mondhatnám, a gané értékét érte volna. Igen, tárgyagyom. Természetes. És mi volt régen? Régen arról volt szó, hogy ezt az ember tudta. Hihetetlen tudás van, ugye, ahogy mondtam, a növények, gyógynövények ismerte. Nem tudjuk honnan. De ők tudták, hogy erre a vízre szükség van. És mesterségesen elősegítették, hogy a víz, a termékenyítő víz minél nagyobb területet öntsön el. És ehhez azt a természetes, vagy mesterséges nyilást, ami az övzátonyokat, tehát a folyást közvetlenül kísérő
hátakon keresztül építették, azokat nem csak kinyitották, hanem azt állandóan kezelni kellett, tisztítani kell. Hermann Otto, amikor a magyar halászatról írt, akkor nagyon sok ilyen egykori halászt is megkérdezett, és azok volt olyan, aki leírta az emlékeit, és ebben teljesen világosan leírja egy tiszamenti halász, hogy ezeket a csatornákat, ezeket a fokokat tisztítani kellett, mert ha nem tisztították, akkor eltömődött. Tehát most ebbe kötöttek bele a vízügyesek, hogy hát a fokok nem természetesek. De hogy nem természetesek, hát olyan okleveleket találok a középkorban, hogy egy nagyon érdekes határ per Báta és Szekcső között mennek a hajón a vitatott földön, és mondják, most pedig a Vályás nevű folyón utazunk. Az ellenfél ügyvédje azt mondja, ez nem a Vályás, hanem egy másik, nem régen ásott hasonló fok, vagy folyó. De én világosabban nem. Nem régen ásott. Canalis non diu factum. Nem is régen ásott kanálisról van szó. Tehát az ember együttműködik a természettel. A természet kiárad, ezt az áradást segítem elő, és elősegítem azt, hogy a kimaradt víz vissza is menjen. Ezt a gazdálkodásnak a párhuzamát sehol nem találtam meg eddig, csak az egykori Khmer királyság területén, Phnom Penh és ez a környék, ahol egy ilyen idegenforgalmat szolgáló kiadvány úgy kezdődik, hogy itt van a világnak az az egyetlen folyója, a Mekongnak egy mellék folyójáról van szó, ahol az egyik évszakban keletről nyugatra, másik évszakban nyugatról keletre folyik. Amikor keletről nyugatra folyik, megtelik ez a hatalmas merence, most nem jut eszembe a neve, és itt a világon a legnagyobb halfogás van, egy halászra naponta több mázsa hal jut, és mikor a víz visszamegy errefelé, akkor itt rizett és minden más termelünk. Hogy aztán azért mentett tönkre, mert a Khmer királyság a 16. században megbukik, vagy azért bukik meg a Khmer királyság, mert ezt a háborúban elhanyagolják és tönkre megy, ezt nem tudom. Azóta is keresek egy kimerítő leírást erről, de hát nem érdekel, ami itt van, az egy kicsit más. Tehát az ember együttműködik a természettel, és ez a leglényegesebb. Nem ellene, együttműködik. Ha elárad, hadd árasszon mindig nagyobbat, de menjen is vissza az a víz. Az nem egy állandó vizes terület az ártér, hanem egy időszakos ártér. A ponty például, az nem tud másút rendesen szaporodni, csak olyan területen, ami szárazföld volt, és most ideiglenesen el van üntve sekély vízzel. Ez a pontynak, ezt egy állatorvos halászati szakembernek a könyvében olvastam. És aztán a Vojnárovics, a Magyar Halakó című könyve is pontosan mondja. Tehát a ponty ehhez a természethez, ehhez a víz járáshoz alkalmazkodó halhoz. Ma alig van ponty a Dunában. Nemrégen a Rezéti Dunát, az ott van a Sárköznek a egy régi Duna ágazata. Minden esztendőben ősszel lehalásszák. Hatalmas, nagy, gyalmos hálókkal kifogják a halakat. És az egyik résztvevő, egy Barnabás nevezetű halőr és természetőr a Gemenci erdőbe, meséli, hogy nem tudom, 2004-ben volt, vagy 2005-ben, most már nem tudom. Lehaláztuk, és ponty halászlevet akartuk főzni, és nem volt ponty. Nem tudom, hány mázsa halba. Az volt amúr, busa, keszeg, mindenfel, törpeharcsa. Ponty nem volt benne. El kellett futni Bajára, ott mindig vannak a halastavaknak ilyen halárus boltja, és onnan hozta pontyokat, hogy este mégis, hát akkor halászlét illik el. Ez az együttműködés a természettel, ez tulajdonképpen a jelszava annak, hogy mit kell nekünk a jövőben is tenni. Nem a természet ellen, ki kell használnunk a természetet. Úgyis, hogy itt a föld alattunk meleg vízzel van tele, hát ezt kell kihasználni. Nem a alaszkai olajat kell elégetni fűtésre. És ez az ártéri gazdálkodás hasznai között a újabbak jönnek hozzá. Egy 30-40 ezer lakosú városnak a szennyvíz tisztítása több millió forint. Az ártérben ingyen megoldható. Sőt, még hasznot is hoz. A haltermés egy adott területen a legnagyobb hasznot egy halastó hozza. Többet, mint egy
egy szőlőkert, vagy egy kertészet, vagy akármi. A legértékesebb emberi fehérje táplálék a hal. Telítetlen zsírjai miatt egy betegváró szobába ezt a konferenciának a anyagát olvastam, ajánlatok a szívinfarktus és érrendszeri betegségek ellen, mit kell terjeszteni, hogy megkivédjük. Mozogni kell, és hetenként legalább kétszer halat enni. Ma Európában a legkevesebb fehér, egy főre jutóan legkevesebb halat Magyarországon fogyasztunk. És a gyümölcsel ugyanott vagyunk. Olyan mennyiségben, és jutaltam már a gyümölcs, és mikor elveszik a 1767-es urbéri rendezés alapján, például a madocsa, ez egy nagy rész ártérre kiterjedő határa rendelkező falu, Dunaföldvár alatt, sokat jártam ott kint, és megmaradt az a beadványuk, amit az erdőikért adtak be 1790-es években. És abban van egy iszonyatos jelenet, ami most ismétlődött meg valahol Ázsiában. Azt írja a lelkész a Eklézsia naplójában. Szívszorító látvány volt látni az azt, hogy ők kirohantak az erdőbe, ahol az uradalom emberei ki akarták vágni a gyümölcsfákat. És a kezüket a fejükre kapcsolva jajgatták, hogy inkább életünktől fosszattok meg minket, mint gyermekeinket tápláló gyümölcstermű fáinktól. Most pár éve volt egy ilyen nagy hasonló, valahol Burmába vagy Nepálba volt egy ilyen, hogy az asszonyok kivonultak, hogy megvédjék a fákat, a gyümölcsfákat. Ennek a gyümölcsét nyersen, takarmányként az állatoknak, szárítva, ecetnek feldolgozva és befőzve tömegével használták. A madocsaiak összeírták, hogy mennyi gyümölcsöt feszítettek. És ez nem volt fölosztva gyümölcsösökre az erdő. Közös volt az erdő, és bizonyos szabályok szerint mindenki használta. A 60-as években végigjártam a dunamenti gyümölcsös erdőket. Gyönyörű volt. Ordas, madocsa, dunapata, és a többi. Ezek mind szigeteken voltak, tehát nem lehetett földművelésre használni. És a TSZ áthozta néha kompokkal a disznókat, hogy a földön térdig érő almákat fölzabálják. Évszázados almafák. És a madocsaiak 1790-es években, mikor elveszik tőlük az erdőket, összeírják a gyümölcsfáikat, de úgy, hogy ki melyiket használta. Van olyan gazda, amelyik 30-40 ilyen ős alma és körtefát használt, és több száz szilvafát. Egy-egy ilyen gazdának több tonna almája termett. És ez hiányzik ma az táplálkozásunkból. Tehát az ártérnek a visszaállítása egy sokkal nagyobb termelékenységet hasznot biztosító felületet jelentene Magyarországon. Nem is szóval arról az őriási költségekről, amit most akár csak a belvizek beemelésével, vagy a gátak emelésével, vagy a kártérítéssel kifizetünk. Az ártér gazdálkodás a legjobb példája annak, hogy a néprajz a jövő tudománya. Köszönöm szépen a türelmet.